A helyzet az az, hogy azért a csehekhez vagy a lengyelekhez képest, és most akkor direkt nem Ausztriát mondom, mert ott, ott a lemaradásunk vasúton olyan mértékben nő, hogy az. De nem arról van szó, hogy nem érjük utol Ausztriát, ez föl sem merül e, vasúti szempontból. Azért ezeknek az állami cégeknek, meg fővárosi, meg akármilyen köztulajdonú cégeknek, ha ezek soha semmilyen versennyel nem találkoznak, csak az egyetlen mérőszám az, hogy az a politikus, aki kinevezi a vezérigazgatót, az éppen mennyire elégedett az arcával annak, aki ott van, ez nem fog jó teljesítményt kihozni. Ha nincsen mérés, ha nincsen összehasonlíthatóság, ha, a, ha se a költségszintet, se, a, se a azt, hogy Ilyen színvonalon szolgáltatnak ezek a cégek, ezt nem méri és nem ellenőrzi senki, és nem kéri számon senki, akkor annak a vége egy ilyen, egy ilyen szocialista nagyüzem lesz. Ausztria a gyorsforgalmi úthálózatát utolértük, sőt le is hagytuk, pedig egy ugyanakkor országról van szó, méretében és nagyjából a lakosságában is. Ennek ellenére még mindig az megy, hogy hazai forrásból, tehát a magyar adófizetők befizetéseiből szinte kizárólag nagy közlekedés fejlesztésben autópályára és gyorsforgalmi útra költünk. Üdvözlök mindenkit az itt az átlátszó Podcastja, Segesvári Csaba kollégával. Itt ülünk a szokott helyünkön, vendégünk pedig ezúttal Vitézi Dávid, akinek a tisztsége jelen pillanatban számunkra annyi, hogy Vitézi Dávid, ugyanis azzal a kérdéssel akartunk indítani, hogy azt tudjuk, hogy mi voltál korábban mind a BKK vezérigazgatója, mind az államtitkári pozíciód, az mindenki előtt ismer, de azt hiszem, hogy azon túl a sűrűn nyilatkozol, azt nem igazán tudjuk, hogy most mi a pozíciód. Köszönöm a meghívást, sziasztok! Én most alapvetően közlekedési szakértőként dolgozom, hogyha úgy tetszik, kizárólag külföldön jelenleg. A Nemzetközi Tömegközlekedési Világszervezet, ami összesíti, hát lényegében a világ összes olyan nagy szervezetét, mint amilyen a BKK, mindegyik kontinensről. Velük dolgozom, vagy az ő színeikben dolgozom. Ez azt jelenti, hogy részben tanácsadási munkákban veszek részt, nagyobb nemzetközi csapatok részeként, ahol egy-egy konkrét problémával Dél-Afrikától az arab világon át, az Egyesült Államokig próbálunk segíteni, de ugye itt a, kvázi a megrendelői oldalon, vagy a partneri oldalon csak a közfér, különböző szereplői lehetnek más országokban, tehát magán megrendelésre ez a szervezet nyilván nem dolgozik, és másik oldalról pedig az összes olyan szakértő, aki, aki az őszíneikben megjelenik, az valamilyen szakaszában az életének a közférában dolgozott a közlekedésben. Emellett ugyanebben a keretrendszerben tanítok és képzéseket vezetek. Van olyan globális diplomaprogram, ahol tömegközlekedéssel foglalkozó szakértőknek a, képzését a világ minden tájáról, az összes földrészről egy programban csináljuk, ott, ott a programnak az egyik vezetője vagyok, illetve van olyan, hogy célzottan egy konkrét témára, egy konkrét problémára fókuszálva tartunk képzéseket közlekedési szakembereknek. Most legutóbb idén ősszel Isztambulban voltam kétszer ilyen minőségben, és New Jersey-ben dolgozom most tartósabban. Na, no, akkor ezt nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy milyen olyan problémák, merülhetnek fel, ahol ez a szervezet, mondjuk Magyarországról érkezett szakértőnek a tanácsát, vagy egyéb munkáját, nem tudom, mi lehet az igénybe vesztett. mi az a felmerülő probléma, és mi az, amivel te ehhez hozzá tudsz járulni? Arról most, hogy konkrétan milyen problémái vannak más országoknak, arról nem fog tudni itt beszélni, mert erre nem vagyok felhatalmazva, de a kicsit elvontabban azért azt hagyd mondjam el, vagy hogy honnan jön ez, Ugye, mint a BKK-ban elvégeztünk munkát, az, hogy létrejött a Budapesti Közlekedési Központ, hogy az így működik, hogy amilyen modellben ezt az egész budapesti közlekedést meg tudtuk szervezni 2010-ben, ez megelőzte a korát, nem mi találtuk ki, ez uh, alapvetően a londoni közlekedés szervezési modellnek, a Transport for London néven ismert szervezetnek a Budapestre adaptálása volt, ezt akkor is elmondtuk, tehát nem, nem próbáltunk szerzőjogot keretkeztetni arra, hogy a BKK-t létrehozzuk. Uh, Akkoriban emögött két alapvető logikai szál volt. Az egyik az az, hogy egy központból kell irányítani a, a közterületek közlekedési célú, hasznosítását a közút forgalmi rendjét parkolást, kerékpáros közlekedés ugye a megközlekedéssel, mert soha nem lesz a közterületeken a nagy közlekedés politikai célokat leképező forgalmi rend, tehát soha nem fogjuk tudni a közterületénket úgy alakítani, ahogy egyébként a várospolitikai, közlekedéspolitikai céljainkban van, hogyha eznek nincsen meg a szervezeti háttere. Ugye a Gábor idején az FKF, tehát a szemétszállítással foglalkozó cégnél volt a közútkezelése Budapestnek, a BKV és az FKF között semmilyen intézményes kapcsolat nem volt. Tehát ezt szerettük volna megváltoztatni. Ebben London nagyon előttünk járt, minden közlekedési módnak egy közös kompetencia van a TFL, Transport for London. A másik pedig az, hogy, hogy szerettük volna Szétválasztani a megrendelő és a szolgáltató feladatait, tehát azt, hogy az a közférának mindenképp a feladata, és ezt nem szabad feladni, hogy megmondja, hogy a tömegközlekedésben hol jár a busz, hány percenként jár, milyen menetrend megmondja, hogy mennyibe kerülnek a buszjegyek, és így tovább. Tehát, ami a közjó szempontjából releváns, azt meghatározza, mert ez egy közszolgáltatás. Ugyanakkor az a képesség, hogy ezeket a buszjáratok, buszjáratokat utána ki és hogy üzemelteti, ott felmerülhet már az, hogy esetleg egy magáncég tudja legalább ugyanolyan hatékonyan, vagy akár hatékonyabban működtetni ezt, mint az állami vagy fővárosi tulajdonú cégek. Tehát itt egy olyan perforációs vonal lett behúzva a BKK és a BKV, vagy más szolgáltatók között, ami lehetővé tette azt, hogy egyrészt versenyeztetve legyenek buszvonalak, és ezáltal a buszcserét gyorsítani lehessen. Másrészt egyébként, hogy a manapság központban lévő témát említsem, ugye az, hogy a BKK tud közös jegyeket, berleteket, menetrendet adni mondjuk a Hévre, a Volánbuszra, a BKV-re, a magánbusz ez a képesség a fővárosnak, hogy nem csak szolgáltatók vannak, hanem van egy megrendelő szervezet, ez ekkor jött létre. Na most ez jelenleg, ezek a hát nagyon csúnya szakszót fogok mondani, ezek a multimodális ügynökségek, tehát hogy több közlekedési módot összefogó városi ügynökségek, ez most a globális trend. Afrikától Amerikáig, Ausztráliáig, számos nagyvárosban az most a legforróbb téma hogy megjelennek a megosztott rollerek, biciklik, autók, egyre nagyobb a feszültség a közterületeken. Ugye vannak városok, amik milliós nagyságrendben nőnek, tehát sokkal nagyobb feszültségek vannak a közterületeiken, mint nálunk, hiszen nálunk is vannak feszültségek, de azért Budapest alapvetően nem egy lakosság számát tekintve brutálisan növekvő város, de hát az az Isztambul, amelyik mondjuk milliós nagyságrendben növekszik az elmúlt években a a menekültek érkezése és egyébként a demográfiai adatok miatt is. Ott ez nyilván még nagyobb feszültségeket okoz, és, és annak a felismerése, hogy itt ezt nem lehet a tömegközlekedést egy ilyen silóban külön kezelni attól, hogy az utakon, a közterületeken milyen a forgalmi rend. Ez, én azt nem állítom, hogy ez Budapestről másolják, itt továbbra is a London, illetve Európán kívül talán a leginkább a szingapúri és a, a dubai hasonló szervezetek azok, amik a globális példát jelentik. De az biztos, hogy ott voltunk Budapest az, hogy a BKK-t létrehozta, ott volt a világ első öt olyan városában, amelyik ezt felismerte. És éppen ezért az, hogy ennek a folyamatnak én voltam a levezénylője 2010-ben, és aztán a BKK első vezérigazgatója 2010 és 14 között. Ez ad egy olyan referenciát, ami miatt sokszor sok felé hívnak. Tehát a legfőbb kép, most hosszú válasz volt, a legfőbb kép az intézményrendszer a közlekedéspolitika irányítása, az, ami a fókuszban van, de hogy még két olyan témát mondjak, amivel foglalkozom elég sokat, az egyik a finanszírozás, tehát hogy hogyan lehet a megközlekedési rendszereket finanszírozni, milyen példák vannak. Ugye mi el vagyunk abból a szempontból kényelmesedve egy ilyen uh, kohéziós államként, hogy nálunk ugye általában az uniós források uh, legalábbis az elmúlt évtizedben mindent megoldottak, de nagyon sok országban a tömegközlekedési projekteknek nagyon bonyolult magántőkebevonással zajló finanszírozás zajló finanszírozási zajlik, ahol, ahol akár egy új vonalnak a jegybevételei is valamilyen módon évtizedekre előre, vagy az általuk elért ingatlan felértékelő hatást, tehát, hogy mennyivel drágulnak az ingatlanok, és mennyi ingatlanfejlesztési lehetőség nyílik meg és sűrűn beépített nagyvárosban, mm. Ázsiában, vagy Afrikában, attól, vagy akár Amerikában, hogy képül egy új vonal. Ezek mind-mind finanszírozási források, tehát ezeknek a technikáit és globális modelljeit tanítom, illetve a, hát ez már más téma a vasúthoz kötődik, de a, az a munka, amit a budapesti agglomerációs vasúti stratégia készítésekor elvégeztünk az elmúlt években, ugye volt egy ilyen munkám az államtitkárság előtt, hogy a Budapest Fejlesztési Központot, ami egy kormányzati szervezet volt, azt vezettem, és ott elkészítettük a, a budapesti agglomeráció vasúti rendszerének fejlesztési tervét, vasúti stratégiáját. Budapest az Európa egyik legbonyolultabb vasúti csomópontja, 11 vasút vonal fut itt össze, három transeurópai koridor keresztezi Budapestnél a Dunát. Tehát ez egy elég összetett csomópont, ahol lényegében strukturális értelemben több mint száz éve nem történt semmi. Kisebb-nagyobb beruházások voltak, de strukturálisan pont úgy működünk, mint az első világháború előtt. És és az a munka, hogy hogy lehet ehhez 21. századi módon hozzányúlni, ebben az Európai Bizottság különböző tanácsadó szervezeteivel és a teljes magyar vasúti szakma összes szakemberével, illetve svájci és brit szakembereket bevonva végeztünk el egy munkát. Ez, ez, ezt elfogadta a magyar kormány is, elfogadta az Európai Bizottság is, és ez feltéve, hogy nem állítják le az összes beruházást, mint ahogy most ez éppen van. Ez, ez adja az alapját akár 20 évre előre a beruházásoknak, és ez azért egy nagyon nagy dolog, mert az EU azt elfogadta, hogy ez egy olyan mélységű és olyan megalapozottságú stratégia, hogy az egyes beruházásokat már nem kell külön igazolni, hogy a megtérülésük, az indokoltságuk megvan-e, ami ebből a stratégiából következik, az kaphat uniós pénzt automatikusan. Most az a metódus, hogy ezt elvégeztük, az, az, nyilván szintén semmi új nem volt benne a tekintetben, hogy Svájcban, Ausztriában régóta, Németországban egyébként mostanában is ezt a metódust kezdik használni, ami valójában a megfordítja azt a fajta ilyen hagyományos mérnöki logikát, hogy, hogy infrastruktúrát tervezünk, és aztán megpróbáljuk abból kihozni a legjobb szolgáltatást, hanem azt a fordított logikát követi, hogy előbb próbáljuk meg azt a lehető legjobban megközelíteni a rendelkezésünkre álló tudással, eszközökkel, hogy mi az ideális menetrend, hogy, hogy milyen szolgáltatást akarunk itt adni, és abból próbáljuk meg levezetni, hogy milyen infrastruktúra kell. Ugyanis nagyon sokszor az a helyzet, hogy az, hogy kell -e egy külön szintű műtárgy, mondjuk, tehát hogy két vasútvonal, vagy két vágánynak, ami egymást keresztezi színbe, vagy külön szinten kell egymást kereszteznie. Hogy végig két vágány kell az egy helyet, vagy csak elég szakaszosan két vágány, azt az dönti el, hogy ott pontosan milyen menetrend lesz. És nagyon sokszor vagy alul, vagy túlépítjük magunkat infrastruktúrában. Mert nem a menetrendből, nem az elérendő szolgáltatási szintből vezetjük le az infrastruktúrát, hanem azt mondjuk, hogy hát itt most egy vágány van, az kevés, akkor építsünk végig másodikat, mert az a tuti. Tehát egy nagyon kevéssé érzékeny módon nyúlunk az infrastruktúrához. Talán így tudom ezt leírni. Ez egy módszertan. De másfelett nem lehet? De de végül is lehet. Tehát azt lehet, hogy szakaszosan, kettő, szakaszosan egy. Jó, És ahol valós. találkoznak a vonatok, ott van kettő. Ugye ez az, viszont azt jelenti, hogy egy nagyon profi munkát kell elvégezni, mert hogyha ez elkészül, beindul a menetrend, és kiderül, hogy valami el lett számolva, és mások kell a két vonatnak találkozni, akkor az egész összeomlik. Tehát, hogy ez egy nagyon áld, és nyilván nem is lehet ezt, hogy mondjam, nem lehet pont oda behúzni a vonalat, hogy egy pici rugalmasság se legyen benne, de azért mondjuk egy 100 km-es szakaszon az, hogy végig két vágány van, vagy, vagy kettő helyett négy vágány van, vagy néhány helyen csak három, azért ez, ez, ez milliárdok tudnak ezen múlni. Nem véletlen, hogy Svájcban, Ausztriában kezdődött ez el, ahol a legdrágább építkezni a a, 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 földrajzi viszonyok miatt. Na most ezt a metódust, ahogy ezt Budapesten elvégeztük, ennek híre ment, ez a legutóbbi ilyen, ilyen nagy beavatkozás volt. Mondom, csinálnak azért német nyelvterületen ilyeneket, de ilyen szempontból az a munka, amit elvégeztünk, annak lett nemzetközi híre, és most az Egyesült Államokban pont egy ilyen kurzust vittem végig, ami ennek a, ennek a technikáit mondta el. Az Egyesült Államokban most óriási pénzek ömlenek, milliárdos nagyságrendben ömlenek a dollárok a, a vasútfejlesztésre, a Biden-féle inflációcsökkentési törvénynek hívott ilyen nagy klímavédelmi akciótervből és törvényből. Olyan vasútfejlesztéseket tudnak elindítani, amiket évtizedek óta nem, és most ott is elkezdett az fontossá válni, hogy akkor mégis mit akarunk elérni, mit, hol, hol kell több plusz hol nem, és ilyenkor nagyon hamar eljutott a dolog, hogy hogy egy ilyen, hogy mondjam, hagyományos mérnöki szemléletben az a mondás, hogy hát mi akkor kiderül, hogy arra nincs pénz, és akkor el kell, el kell azon kezdeni gondolkodni, hogy hogy valójában hol van annak a legnagyobb haszna, hogy egy nagyobb infrastruktúra beruházás történjen. Tehát ebből a szempontból az a, az a tapasztalat, ami földült Budapesten, ez hasznosnak bizonyult. Elébe vágtál két kérdésnek is, nevezetesen annak, hogy mi szükség is volt létrehozni a BKK-t, illetve a magán és a közféra találkozásában, hogy feltétlenül a, a közlekedés, meg a közlekedés szervezés, meg a, a szolgáltatás az csupán állami szerepvállalással valósulhat meg, de ezeket a kérdéseket most ne nyissuk meg, hanem majd visszatérünk rá, Jó. hanem ugyanis a belecsaptunk a kötött pályás közlekedésbe, illetve az, hogy abban, hogy Budapesten volt-e, mikor volt utoljára a vasútfejlesztés, a vasúti csomópont átgondolása, az mikor történt meg, tehát akkor kezdjünk bele abba, hogy mi is van a jelen pillanatban a magyar vasúttal. Nem csak Budapestről, hanem általában, hiszen államtitkárként nem csak Budapest volt a feladatod. Csaba. Ugye itt fölvázoltad azt, hogy a nem mindenhova kell kettő vágány, és ez egy nagyon érdekes gondolat, viszont a, Hogyha a 13-20-as uniós időszakot vizsgáljuk, illetve az abba az ICOB-ba elköltött vasúti költéseket, ami kb. 800 milliárd forintot könnyen össze lehet számolni, akkor viszont a, nem ez a fajta szemlélet érvényesül. Tehát, hogyha elővennénk a jelenleg elkészült vagy éppen befejezés alatt álló vasútvonalakat, akkor nem, én nem értem azt, hogy a szolgáltatás lett volna elsősorban a cél, sokkal inkább az olyan infrastruktúras fejlesztés, ami mondjuk mindent elbír. És itt nem csak például a Budapest lökös háza arra gondolok, de ott van a, a Belgrád-Budapest nevezetű vasútvonal, ami egyszer majd valamilyen formában elkészül, végig két vágánya mindenféle, mindenféle végig gondolás nélkül, illetve számos olyan példát tudnánk hozni, ami nem éppen egy sikertörténet. Hogy lehet ezt át, átformálni, vagy át lehetett -e volna ezt formálni arra, hogy a meglévő forrásokat hatékonyabban használjuk fel, illetve akkor az egyik kedvencem a 80 a vonal, vonal, amit te adtál át, hogy, Itt akartam volna, hogy, hogy, azok a források, azok valami jól, jól hasznosultak el, megfelelően. Hogy kezdjem az, az első kérdésettől. Mi azt szerettük volna, ennek a törvényjavaslatát be is nyújtottuk az országgyűlésnek, amikor én államtitkár voltam, ezt aztán Lázár Jánosék visszavonták, ez épp akkor tájt volt, amikor ez a váltás végbe ment, hogy készüljön el egy olyan országos menetrendi vízió, ami percre lebontva meghatározza azt, hogy 5, 10, 15, 20 év múlva milyen menetrendi állapotba szeretnénk eljutni. Ez mindenki tudja az első persze, hogy nem fog pontosan így megvalósulni, mert ugye nem, ennyire jól nem lehet ütemezni, melyik beruházás mikor készül el, de ad egy folyamatosan felülvizsgált jövőképet, és abból mindig le lehet vezetni, hogy hol milyen beruházások élveznek prioritást, és mire van szükség. E, valahol talán aki ezt hallgatja, természetesnek tűnik, hogy így kell vasutat építeni, de nem, nem így történik, hanem ilyen szakaszos infrastruktúra beruházások zajlanak, hol rossz az állapot, akkor nyúljunk hozzá. Ha már hozzányúlunk, akkor építsünk többet, aztán a végén meg kevés a pénz, és akkor pont a legjobb műszaki tartalmi részeket lehúzzák. Tehát ez a tipikus modell annak, hogy Magyarországon a vasútfejlesztés Ezek megy. a legjobb műszaki tartalmak, amiket lehúzzák. Ez a második kérdés, most akkor elmondom a konkrét példát, 80 A. Ugye ez a 80 A vasútvonal, ez a Budapest keleti pályaudvarától Rákoson át, Gödöllő és 60 felé vezető vasútvonal a Miskolci fővonal, hogyha úgy tetszik. Ennek a szakaszos felújítása az régóta tervben volt, szükség is volt rá, és van rá egyértelműen. Ugye az első nagy döntés, és ez mindegyik vasútvonalán megszületett Budapesten, hogy, hogy Budapesten ne foglalkozzunk. Ezt most a mai viták leöntik egy Budapest vidéki ellentéttel, de ez alapvetően nem egy Budapest vidék ellentétből táplálkozó döntés volt, hanem az, hogy a budapesti vasúti csomópont olyan bonyolult, és olyan sokba kerül, ha bármit hozzányúlunk megcsinálni, hogy mindig ez lett elhalasztva majd a távoli jövőre. Mondjuk, ha csak ezt a vonalat nézzük, akkor ennek a, budapesti a legbelső budapesti szakaszán található egyrészt rákos ahol bármilyen Világháborús filmet le lehet forgatni, és nagyon nem kell átalakítani a környéket hozzá. Vagy Kőbánya felső, ahol ugyan kisebb dolgok történtek, de az se a 21. századi vasútnak a, a, a mintaterülete, hogy finom legyek. És ez az egész vágánytenger, ami vezet be a keleti pályaudvarra. Ma a vonalnak a legsúlyosabb kapacitás hiánya itt van, ezen a Budapesti belső szakaszon ez, ennek a kapacitása és a keleti vannak a kapacitása határozza azt meg, hogy, és utána nagyon konkrét példát mondok, az, hogy Salgotarjánból tud-e közvetlen vonat bejönni mondjuk Budapestre 60-on át, azt, azt határozza meg, hogy van elég kapacitás Budapesten. Tehát az, hogy a budapesti vágányok milyen állapotban vannak, hogy itt van-e mondjuk külön szintű keresztezés a két egymást keresztező vágány között, vagy nincs, szintbe keresztezik egymást a vonatok, mint ma, és ezért kapacitás korlát van, az nem a budapestieknek rossz, tehát aki ezt egy budapest vidék ellentétként próbálja meg bemutatni, az semmit nem ért a vasútból, ez a végén mondjuk itt az esetben a salgotarányoknak rossz vagy, és akkor vissza a projekthez, ugye az a döntés született, hogy akkor a budapesti problémás gócponton kívül Rákosnak a külső végpontjától induljon el a beruházás, és tartson 60-ig. Ez ugye el is készült, ennek az átadása, akkor ugye én, 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 nyertem meg azt a feladatot, de örömmel tettem, hogy ezt átadjuk. Az, ami elkészült egyébként, én azt megvédem, hogy arra volt értelme, mert, mert például lehetővé tette azt, hogy gyöngyös közvetlen interrégió vonatok tudjanak indulni, amik pont tavaly decemberben a menetrendváltással indult, vagy előtt decemberben a menetrendváltásra 2022-ben indultak be. Az a többlet kapacitás, amit a megújított pálya lehetővé tett, az kinyitotta a lehetőségét, hogy fél óránként legyenek váltott interrégió vonatok, óránként Egerbe, óránként Gyöngyösre, ezek azóta a sikeresek is. Elmaradt a volán buszhálózat hozzáigazítása, azt mi szerettük volna, de ezt végül nem csinálták meg, de most ez kérdés. abból a szempontból, hogy valójában egy plusz kapacitás elkészült. De az a tervmenetrend, amit el volna a szakma érni, és ami szerintem ideális lett volna, ami lehetővé tette volna, hogy a legsűrűbb elővárosi környezetben, a 17. kerületben, Rákos Csaba illetve Pécel és végig Gödölő térségében sűrűbben tudjanak járni az elővárosi vonatok, ahhoz kellett volna egy harmadik vágány Rákos és Rákos liget között. Tehát még mindig nem a budapesti belső csomópont rét dolgait érintjük, de ennek a külső szakasznak a még Budapesten belülre eső szakaszán kellett volna egy harmadik vágány ahhoz, hogy ott sűrűbben tudjanak az elővárosi vonatok jönni. Mert ezek ugye megállnak mindenhol, utoléri őket az Intercity Miskolcról, vagy a vonat, vagy Interrégió mai nevén Gyöngyösről, vagy Egerből. Ha az nem tudja előzni, akkor nem tudnak sűrűben járni az elővárosi vonatok, ezért kellett volna ott a harmadik vágány. Megjöttek a kivitelező járajánlatok, ez valamikor 2010 öt körül, tehát ez nagyon rég volt. Megjöttek a kivitelező járajánlatok, ez túl drága volt, a, valaki a kormányzatba képen akkor ezt eldöntötte kiadta, hogy már pedig több pénz nincs, és akkor milyen műszaki tartalmat lehet kihúzni? Hát a meglévő két vágány felújítását nyilván nem, akkor a harmadik vágányt kihúzták. Tehát elköltöttünk sok száz milliárd forintot, és pont az a a hasznok szempontjából egyik legfontosabb eleme, ami mondjuk egy menetrend alapú infrastruktúra tervezésnél, ha azt végig is csináljuk, annak meg kellett volna valósulnia, az nem lett meg. Mi ez... az a, ne haragudj, mi az, ami sok száz milliárd forintba kerül, bármennyire is laikusnak tűnik ez a kérdés egy vágányfelújításnál? A vas, a talpfa, a körülötte lévő földrendezés, mi az, amit egyszeri halandónak el tudsz mondani, hogy ez ilyen pokoli drága egy méteres vagy kilométeres szakasz? Ugye egyrészt, ahol sebességemel is történik, már pedig itt történt, egyes szakaszokon, bár nem járnak a vonatok mind a mai napig a digitális biztosító hiánya miatt 160 alig, de, de elvileg egyszer kell nekik majd. 120 -as. Ezért az, a geometriája a pályának módosul, tehát az történik, hogy a pálya elmozdul a mai helyéről, és más éveken veszi be a a, a kanyart, hogy nem 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 túl vasúti fogalmazzak. Ez azt jelenti, hogy lényegében zöldmezősen épül ki a pálya számos szakaszon, ehhez kísérletításokra van szükség, jelent, teljesen újonnan kell a vasúti alépítményt és aztán a felépítményt is létrehozni, és ahol pedig nem is ez a helyzet, hanem a meglévő vasúti pályának a felújítása van az, hogy egy ilyen uniós nagy projektről beszélünk, akkor lényegében minden új épül nulláról, tehát a teljes alépítmény és felépítmény alig különbözik, sőt, semmiben nem különbözik attól valójában, mintha ezt nulláról, nulláról építenénk újra. Ráadásul az az engedélyezési környezetben nagyon sok szereplő, nagyon sok minden kiegészítő dolgot bekér és bekíván most én nem is tudom fejből megmondani, hogy hány, de rengeteg közúti felüljáró, külön szintű átjáró. Ezek egyébként nem, tehát ezek társadalmilag hasznos dolgok, mert az, hogy nem a sorompónál állnak az emberek mondjuk Rákos Csabán vagy Rákos Ligetnél, hanem, hanem van külön szintű átjáró, ez nyilván segíti ott az autósok életét, meg még a buszjárattal közlekedők életét is, de emiatt rengeteg járulékos műtárgy kerül oda. És végül, de nem utolsó sorban, ami nagyon fontos, hogy ezeknek a beruházásoknak egy óriásira nőtt eleme a digitalizációs rész, ami ugye arról szól, hogy ezeken a transz-európai fővonalakon az Európai Unió kötelezően előírja azt, hogy, a, hogy egyrészt, hát azt nem kötelezően írja elő, de Magyarország ezt így alkalmaz, hogy digitális biztosító berendezés kell, tehát teljesen számítógép biztosítóberendezés. biztosító berendezés, de ennek a, tehát igen, az biztos, hogy digitális rendszer kell, hogy annak mi a pontos technikájában mondjuk eltér néhány európai tagállam gyakorlat, ami a mi a maximalisták vagyunk ebből a szempontból, inkább így mondanám. És aztán erre kell egy európai vonatbefolyásoló rendszer telepíteni, ami azt jelenti, hogy lényegében a vonatvezetését egy digitális rendszer felügyeli, tehát a vonatvezető felelőssége csökken, a biztonság nő, és hogyha bármilyen akadály van a pályán, akkor az automatikus rendszer is be tud avatkozni, és tudja a vonatok sebességét azt szerint módosítani, ahogy ez szükséges, sőt akár a köztük lévő követési távolságot is annak megfelelően tudja kialakítani, ahogy a vonatok haladnak, és nem ilyen fix térközös rendszer van, mint régen, ahol ugye az egyik állomásról át kell telefonálni még nagyon régen a másikra, hogy szabad-e a pálya. Na most a, ezek a rendszerek, ezek egy, hát legalábbis oligopol képeznek azok az európai szállítók, akik erre képesek, ennek ezeknek az ára jelentősen Én felment. Én hiszem, az árat, nem, nem igazán lehet alá menni. Hát ez egyébként, sem, hogyha... Ha... Egyébként informatikailag ez lehetséges hát lehet. Európában ezt két-három szereplő csinálja. A nagy európai vasutak, voltam ilyen konferencián egyszer, ahol nem követem napi szinten, hogy ez hogy áll, de, de az európai vasutak azt keresik, hogy hogy tudnak a mai technológiai szinten oda eljutni legalább, hogy valami olyan sztenderdeket elérjenek, ahol ahol, ha nem is ők telepítik ezeket a rendszereket, mert az, az távoli, de legalább amikor módosítani kell valamit, akkor azt maguk meg tudják tenni. Tehát most az az abszurd helyzet van, hogy egy példát mondjak, hogy egymás után újult meg két vasútvonal Dél-Budán, az egyik a 30-as, ami a Budapest Székesfehérvár, a másik a 40-es, ami a Budapest Pusztaszabolcs, és az egyiken nagy nehezen sok-sok-sok év késéssel elkészültek ezek a digitális rendszerek ért térségében és aztán az átadás után pár nappal le kellett őket kapcsolni, mert addigra megérkezett a 40-es vonal felújításának is a kivitelezés abban a szakaszban, hogy a vonalakat össze kellett kötni, és a korábbi a 30-asra rengeteg uniós pénzből letelepített rendszert el kellett kezdeni módosítani, mert az a vágánykép, ami régen ott volt, az módosult, hiszen közben egy másik beruházás is odaért. És ilyenkor a módosítás is elég sok pénzbe kerül, akár 100 millióba is. Tehát e, itt nem is csak az a probléma, hogy a telepítésnél ezek a cégek, e, ugye itt alapvetően a Siemens és a, a, a Tál ennek a két vezérszereplője ma az európai piacon, és így Magyarországon is, de vannak kisebbek is, akik jelen vannak. Van egy cég, amelyik most a Szegedröszkénél fog először talán Magyarországon ilyet telepíteni. Tehát vannak más szereplők is, de azért ez egy elég kevés szereplős piac, és itt, itt, itt a kiszolgáltatottsága a vasútársaságoknak, vagy hát a vasúti pálya az, az nem csak a telepítéskor, hanem utána bármilyen módosításnál, hogyha a legkisebb mértékben változik a vágáinkép is, akkor egy kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. És ez nagyon rátesz ezekre a beruházásokra. Most ö, a gazdaság más területéről egy kicsit szökötőzött, tehát... Más területéről jutottak eszembe a példák, minden szöget ütött a fejembe az, hogy abban az esetben, amennyiben hozák ezt az állam egy vágányfelújításhoz bármilyen területen, abban az esetben, és egyébként még terve lenne az, hogy építsem elé egy másik vágányt, abban az esetben jönnek mindenféle, társ hatóságok amelyek előállnak a saját maguk igényével, például közlekedés-biztonsági szempontból egy felüljárót kell építeni, nem jó az, hogyha mondjuk ott a sarompónál átcsarognak az autók, vagy a gyalogosok, vagy stb. Ebben a hatósági összefüggésben ez azt jelenti, hogy sok más területhez hasonlóan nem lehet priorizálni. Azt mondom, hogy értem azt, hogy oda felüljáró kéne, de jelen pillanatban az elkövetkező tíz év szempontjából fontosabb lenne, hogy ott legyen még egy vágány, a felüljárót meg majd 15 év múlva megépítjük. Általánosságban az igaz, minden ilyen témára, ez nem csak a mávra, de a közlekedés más ágazataira is nagyjából igaz, hogy a szabványok, az előírások hogy mit, hogyan kellene csinálni, azok a technológia fejlődésével, a biztonság tudatosság növekedésével, a klímatudatosság fejlődésével, a környezetvédelmi szemülettel folyamatosan javulnak és változnak. De mivel az üzemeltetés, a működtetés kultúrája az gyenge, általában a, a, a legkülönbözőbb közlekedési infrastruktúra, vagy akár jármű működtetők, üzemeltetők büdzséje az arra terjed ki, hogy életbe tartsák azt, ami régen van. Tehát olyan Magyarországon nagyon ritkán történik, hogy van egy új szabvány, és azt elkezdjük a meglévőre kislépésekbe alkalmazni, hanem amikor valakinek valami fontos, és jön egy nagy beruházás, akár egy nagy beruházás, ami az üzemeltető szempontjából nézve sokszor a kormánynak fontos, vagy a helyi választókerületi elnöknek, képviselőnek fontos, persze ezek általában azért nem ilyen egyszerűen képződnek le. Sokszor pont a MÁV-ból jött az igény, hogy legyen ilyen beruházás, de hát az egy másik osztály, nem is tudják akkor hirtelen minden szereplő, és egyébként ez a érthető. Volt eset, amikor szembesültél azzal, hogy ez a választókerületi elnöknek fontos? Persze. Sokszor. Tehát azért a, a Budapesten ez sokkal kevésbé működik, de, de vidéken az egyéni megválasztott országgyűlési képviselők a legapróbb részletekig, hogy mondjam, képviselik a saját választókerületeknek az ügyes bajos dolgait, és minden egyes felüljáróért, minden egyes vasúti váróért megküzdenek. Inkább a kivétel az, aki nem. Ez Budapesten nagyon más, mint nyilván ez egy nagyváros, teljesen más, hogy működik ilyen szempontból a politikai képviselet. Sokkal inkább az önkormányzati szereplők végzik ezt a munkát, nem a mindenkori országgyűlési képviselők, de vidéken, és még ebben beleértem a Budapesti agglomerációt is, ott, ott az önkormányzatoktól, akik azért általában kisebbek, most egy-két nagy megyei város lesz számítva, ezeknek a típusú igényeknek a képviselete az az mindenkori országgyűlési képviselőkre hárul, és ők ezt általában is végzik ezt a munkát. Tehát azért egy vasúti beruházásnál abban én biztos vagyok, hogy minden az országgyűlési képviselők megfogalmazzák. A De igényeket... valami, hogy Gellert kap mondjuk a vasúti felújítás észszerűsége egy választókerületi kényelem logikáján, hogy például oda épül egy magasabb komfortfokozatú állomás, ahova nem kéne? A Gellert kapra szerencsére nincs sok példám, inkább olyan történik, hogy drágul, mert többletigények jelennek meg. Egyébként egészen Transzparensen látható ez mondjuk a Budapest-Belgrádnál, ott a kormány nyilvános határozatban döntött arról, hogy az érintett országgyűlési képviselők megfogalmaztak jelentős többletigényeket, plusz, plusz külön szintű átjárókat, plusz zajvédőfalakat, plusz gyalogos aluljárókat, plusz p plusz parkolókat, amik kimaradtak, és a kormány ezeket végül elfogadta, és erről kijött egy többlet forráslista, és azok, ott valójában az történt, hogy az eredeti tervezésnél ez kimaradt, és mire a helyiek eszméltek, addigra már a MÁV nyilván azt mondta, hogy későn van, és akkor az országgyűlési képviselők belendültek, és megpróbálták ezt egyébként nagyrészt sikerrel, nyilván van, ami, ami, amit szerettek volna, hogy benne legyen a listában, de nincs benne, de nagyrészt sikerrel kiharcolni. Visszatérve még az előzőhöz, mert azt a gondolatot még befejezném, hogy tehát nagyon sokszor az történik, hogy vannak szabványaink, amiket 20 éve nem alkalmazunk, vagy 30 éve nem alkalmazunk egy vasútvonalon, mert nem volt azóta átépítve. Tehát amikor valaki nagy beruházásba kezd egy vasútvonalon, ez ugye jellemzően a nemzeti infrastruktúra fejlesztő volt egészen addig, amíg Lázár János be nem zárta, most ő maga a saját minisztériuma látja el, több vagy kevesebb sikerrel ezeket a feladatokat akkor ugye az történik, hogy a hatóságok, és ebben nincs is nagyon sok mozgásterük, azt mondják, hogy Na, hát akkor itt az idő minden szabályt alkalmazni kell. És például, ugye a legdrágább dolgot mondjam, amitől az összes ilyen vasúti beruházás megdrágul, és nehéz azt mondani, hogy nincs jogos szempont ebben, az az, hogy a jogszabályok előírják, hogy egy köteles átépítésnél akadálymentesíteni kell. Na most, ha akadálymentesíteni kell, az azt jelenti, hogy egyrésztről meg kell emelni a peronokat 55 cm magasra egy vasútállomáson, ami nagyon sokszor azt jelenti, hogy, hogy egész egyszerűen a korábbi jóval alacsonyabb vasúti peronhoz képest, ez a magasabb peron már úgy, és pont ugyanabban a vágányképben nem fér bele, Liftet kell építeni, mert szintben egy kerekesszék biztonságosan, kerekesszékkel utazó egy olyan vasútvonalat nem keresztezhet, ahol nem áll meg minden vonat. Tehát olyan állomásokon, ahol mindegyik megállott, még talán lehet, ott se szeretik, de ahol 160-an át tud húzni egy intercity ott nyilván nem lehet kerekesszékkel átközlekedni a vágányokon. Tehát akkor aluljárót kell építeni, az ugye közműveket visz, mindent visz, akkor lift kell, ha meg lift és lépcső is van, akkor a peront általában szélesíteni kell, mert már nem fog elférni abba a szűk kis peromba, ami száz éve elég volt akkor a vágányokat el kell kezdeni széthúzni, az meg aztán mindent visz magával, a teljes váltókörzetet, a, a, teljes geometriát az állomásnak, és ott tartunk, hogy lényegében újra kell építeni. Így van az, hogy mondjuk egy székesfehérvári állomás újjáépítése 8 évvel ezelőtti áron 40 milliárd forintba, vagy egy vácállomás újjáépítése 8-10 évvel ezelőtti áron ilyen 30-40 milliárd forintba kerül. Az ebből jön, hogy ha, ha, ha de, de hogy nem, nem, nem lehet azt mondani, hogy egyébként nem egy indokolt igény, hogy egy babakocsival, gurulós bőröndel, és végképp, ha valaki mozgásában korlátozott, akkor akadálymentesen el tudja érni. Ez egyébként akadálymentes vonatokat mondjuk ezeken a helyszíneken, mert Fehérváron vagy Vácomon már nagyrészt korszerű akadálymentes motorvonatok járnak. De hogy ez mondjuk mennyit tesz hozzá, az így lemérhető. És ugyanez igaz a digitális biztonsági rendszerekre, amiket ilyenkor előírnak. Ugyanez igaz arra, hogy ahol színbe át lehetett sétálni a vasúton, ott lehet, hogy elő fog érni a hatóság, hogy ma mai szabályok szerint már nem lehet színben átmenni, aluljáró vagy felüljáró kell de környezetvédelemben ugyanez, tehát nyilván azok a fajta környezetvédelmi előírások, amikkel én egyébként egyetértek, nagyon sokszor óriási elemeket tudnak behozni, tehát én láttam olyan nagy beruházást, ahol lényegében egy olyan élőhelyvédelmi programot írt elő a környezetvédelmi hatóság egy, egy nem lakott területen, történő egyszerű pályafelújítás miatt az ott élő valamilyen madaraknak, a, már nem fogom tudni fölidézni, milyen madaraknak az élőhelyének a megvédésére, ami a végére egy sok 100 millió forintos élőhelyrekonstrukció konstrukció volt, amire nyilván mindenki azt mondta hogy a folyosón, hogy hát ezt a Nemzeti Park mióta akarta már megcsinálni, és most végre itt volt valaki, akire rá lehetett húzni. De hát ilyenkor a vasúti beruházásnak ezeket általában be kell nyerni. Egyébként, hogyha visszakanyarodunk oda, hogy megfelelően vagy megfelelő hatékonysággal használtuk-e fel az uniós forrásokat eddig, arra mit lehet mondani? Ugye itt beszélünk egyszer arról, hogy milyen sebességgel közlekednek a vonatok. Tehát ugye az, hogy a MÁV trakciónak vagy a nincs nincsen szerelvénye, ami ki tudná használni a lehető legnagyobb sebességet, az egy dolog. De hogy pályákat se építünk korszerű, magas sebességre, annak mi az oka? Egyrészt nyilván nagyon sok kritikám van a mával kapcsolatban, de azért annyiban hadd vegyem védelmébe az elmúlt 10 év fejlesztéspolitikáját, vagy 15 évét, hogy azért ha, ha most kimennél valamelyik nagy pályaudvarra, és hirtelen a 2010 előtti, vagy 10, 2006 előtti állapotokat látnád, azért az brutálisan másképp nézne ki. Tehát mondjuk a budapesti elővárosban több mint 120 korszerű motorvonat érkezett, és ma már szinte ezek dominálják. Nagy részt uniós pénzből. Nem igen, igen, csak hogy fejezem be tehát hogy szerintem az uniós pénzből nagyon sok fontos és jó dolog történt. Ezek a motorvonatok abból érkeztek, a Székesfehérvári vasútvonal felújításról megduplázódott az szám, és a Balaton felé ma már egészen versenyképes vasúti menetidők vannak. Ennek köszönhető a Dél-Balatoni vasútvonal felújítása, ahol ott inkább nem az történt, hogy, hogy, túl sok lett, amit beruháztak, hanem túl kevés. Tehát ahhoz képest, hogy a Balaton, ez nyilván ebben van egy Covid hatás, meg rengeteg minden, hogy már a mennyire népszerű célpont a Balaton újra, és hogy ott mennyien akarnak vonattal menni, és nem az M7-esen sorbálni, ott tartunk, hogy a pár éve felújított Balatoni vasútvonalon elfogyott a kapacitás, és lenne igény több vonatra, de már nem tud hova menni több, mert nincs pályakapacitás a felújított vonalon sem. Ott egyébként nincs végig kétvágány, lehet, hogy ott meg pont az a helyzet, hogy kellett volna. Vagy az Esztergomi vasútvonalon is óriási siker lett a felújítás. Tehát azért az uniós pénzek szerintem sokszor jó helyekre mentek, és jó projekteket finanszíroztak. Nyilván lehet arról vitatkozni, hogy, 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 ez elége. Az én kritikám így nagy közlekedéspolitikai szemmel, vagy nagy közlekedéspolitikai látószöggel nézve a, a, témát az inkább az, hogy hogy Magyarország azt az ambíciót kitűzte célul, ez ugye a kormánynak egy, egy zászlóra tűzött célkitűzése volt, hogy hogy minden, minden megyeszék helyett gyorsforgalmi úttal kétszer elérni, ez lényegében Zalagerszeg kivételével teljesült is, és ott is tudjuk, hogy most éppen egy 400 milliárdos fejlesztés van napi renden, hogy, hogy az utolsó várost is elérje. Ezzel Ausztria gyorsforgalmi úthálózatát utolértük, sőt le is hagytuk, pedig egy ugyanakkora országról van szó, méretében és nagyjából lakosságában is. Ennek ellenére még mindig az megy, hogy hazai forrásból, tehát a magyar adófizetők befizetéseiből szinte kizárólag nagy közlekedés fejlesztésben autópályára és gyorsforgalmi útra költünk, csak az uniósból megy vasútra, most a Budapest-Belgrád az egy kivétel, de, de, azon túl ez a helyzet, ezen szerintem változtatni kellene, e, és a meglévők karban kell tartani, tehát nyilván nem kérdés az, hogy ne legyen kátyú, meg a meglévő egy és két személyi utak karbantartásra jusson pénz, de új autópályákat építeni, szerintem ott ki kérem mondani, hogy most egy ideig inkább vasutat fejlesztünk és vasutat építünk, ennek itt lenne most már bőven az ideje, és az elmúlt években is ez már igaz volt. A másik oldalról pedig uniós pénzből végképp csak vasutat kellene fejleszteni. Mert a helyzet az az, és akkor itt jutunk vissza az alapkérdésig, a helyzet az az, hogy azért a csehekhez, vagy a lengyelekhez képest, és most akkor direkt nem Ausztriát mondom, mert ott, ott, a lemaradásunk vasúton olyan mértékben nő, hogy az. De nem arról van szó, hogy nem érjük utol Ausztriát, ez föl sem merül vasúti szempontból. Főleg, hogy Bécsnél most építenek egy rövidítést, hogy. Mindenhol legyen. Az összes osztrák tartományban megállás nélkül nagy vasúti beruházások épülnek, és, és vasúton az osztrákok több mint tízszer annyit költenek vasútfejlesztésre, mint mi. Tehát ott, ott a lemaradásunk az, az, drámai mértékben nő, és a legkevésbé sem csökken. A, de ha csak a csehekhez és a lengyelekhez mérjük magunkat, akkor is azt kell látni, hogy mondjuk a tavalyi évben a vasúti beruházások léptéke a nálunk azért nagyobb, de nem sokkal nagyobb Csehországban majdnem 20-szoros volt Magyarországhoz képest. Tehát a vasúti beruházások mögül lényegében elfogytak a források, ez nyilván az uniós források befogyasztása is hozzájárult, de ha most minden uniós forráshoz hozzá is férnénk hirtelen, akkor is, akkor is lemaradó pályán lennénk, hogyha csak uniós pénzt költenénk vasútra. Tehát szerintem a helyzet az, hogy Magyarországnak nyilván van egy-két olyan kulcságazata a vasút mellett is, egészségügy, oktatás, egyéb téren, ahol, ahol egész egyszerűen azon a fejlettségi szintre elérünk a környező európai országokkal együtt, hogy, hogy kell venni nagy levegőket, és azt mondani, hogy akkor itt egyszerűen színvonalat, beruházási szintet, ráfordítási szintet kell váltani. Na most a vasútnál ez a fajta nagy levegővétel szavakban már sokszor megtörtént, de a gyakorlatban abban, hogy ne 20-30 milliárd forintokat költsünk egy évben vasúti pályafejlesztésre, hanem annak mondjuk a tízszeresét. Hozzáteszem, az egy nagyon kicsi összeg. De most a tavalyi évben körülbelül ez történt. De a, ugye már nem voltak uniós pénzek. Amikor vannak uniós pénzek, akkor elérjük talán ezt a 200 milliárdot egy évben, de mondjuk a cseheknél ez 500 fölött van, az osztrákoknál pedig bőven ezer fölött. Jó, más is a GDP, ha Na jó, autópályában nem mondjuk, hogy más a GDP. Tehát az autópályaépítéseknél viszont, és akár csak ránézünk az autópálya koncesziós szerződésre, ami szintén több mint 30 évre előre rögzíti azt, hogy ilyen mennyiségű pénzt fogunk költeni autópályaépítésekre és fejlesztésekre, ott az osztrák szintet célozzuk meg a mai GDP-nk ellenére. Tehát a közlekedésen belül azért van egy nagyon komoly ellentmondás ebben. Valószínűleg egyébként ebben valamilyen szabadságvágy is benne van, Persze. Tehát nem véletlenül ö, lett egy ilyen szimbólum a rendszerváltás követően az fejlesztés. De ezt most zárójelezzük is egy kicsit, mint azt mondtad, hogy kulcsfontosságú lenne a kötöttmájás közlekedés és a vasúthál, ezen belül a vasúthálózat fejlesztése. Legalább a 200-300 milliárdos szintet el kéne érni. Ehhez képes történik az, hogy szárnyvonal bezárásokra került sor a múlt évben. Úgyhogy hát én, a, a, ne haragudj, én azzal kapcsolom egy kicsikét kételkedő vagyok, hogy ez ugye hirtelen nyilván a tetávozás után került volna elő ez a terv. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban... Pedig de... de... neked ezzel kapcsolatban semmiféle információ, tudásod nem volt, hogy ilyesmire a Semmi. minisztérium de, készület. de ilyet hozzám szerintem be se hoztak volna, de nem, soha nem láttam ilyen tervet. Az ellenkezője történt ugyanis, amikor én ott voltam. Tehát amikor én államtitkár lettem, akkor még ott voltunk, hogy az úgynevezett járványügyi menetrendek voltak hatályban, pedig már nem voltunk maszkban. A járványügyi menetrendek azt jelentették, hogy a... aki akkor se volt, de ezt... Igen, ezt most nem akartalak triggerelni ezzel. Tehát a járványügyi menetrend azt jelentette, hogy azokon a vonalakon, ahol a gyurcsánykormány nagyrészt bezárta a vasútvonalakat, és aztán amikor a a Fidesz kormány hatalomra került, akkor ezeket újra nyitották, de jelenleg elég visszafogott a két-három vonattal egy nap. Akkor a járványra hivatkozással... És nyitották újra. Igen, de, ahol újra nyitották, ott a, a járványra hivatkozással ez lement sokszor egy vonat per napra, aminek hát tényleg sem értelme nincs. Ezeket a járványügyi menetrendeket az én államtitkárságom alatt kivezettük, és kísérleti jelleggel bevezettünk olyan észszerű, értelmes menetrendeket olyan mellékvonalakon, amikről már rég lemondott a politika, már egyszer bezárták, aztán újra nyílt, de soha nem volt rajta normális menetrend. Az első példa erre Székesfehérvár és Komárom közötti vonal, ami egyébként nem, a, hogy mondjam, nem az ország leg, gazdaságilag leginaktívabb térségében megy, hogy finom legyek, mégis egy tök halott vonal volt, ez ugye ott Mór térségét köti be, és, és köti össze lényegében a két fővonalat. Csináltunk egy rendes ütemes két órás menetrendet rá, ami azt jelenti, hogy két óránként jön a vonat. Székesfehérváron csatlakozik a Budapestre jövő zónázóhoz, Komáromban pedig csatlakozik a Győr felé menő gyorsvonathoz, tehát mindkét irányba, mind Győr felé, mind Fehérváron át Budapestre jó csatlakozások lettek. Székesfehérváron belül nyitottunk egy új megállót, ami, ahol nem állt meg a vonat eddig a polgármesterrel Cserpalkovics Andrással közösen, és megnézt, az volt már egyébként a 2010-ben kirobbant konfliktusatokat? Igen. Cserpalkovi András. Rendeztük, rendeztük, és... és csak az elmondom, hogy egy nagyon savas közleményt adott ki annak idején, amikor az M1, S, M7, m 1 bevezető szakaszánál a BKK egy közlekedés forgalmi változást vezetett be, és ennek következtében Fehérvárig állt a dugó. Rendeztük, nem vagyok feladatom az arra, hogy ezt most idézem, hogy ő mit mondott, de mondjuk úgy inkább, hogy hogy azt gondolom, hogy azóta a Székesfehérvár is szembesül azzal, amivel Budapest már akkoriban szembesült, hogy egyszerűen olyan mennyiségű autó akar bejönni, hogy valahol a városnak védekeznie kell egyszerűen egy ponton túl a beáramló forgalom ellen, és, a buszok elé egy kellett. Akkor ez egy budapesti sajátosság volt, ma már Székesfehérvár is ezt a problémát megéli, tehát szerintem több empátia lenne a már Székesfehérvár vezetőjében egy ilyen budapesti lépés kapcsán. Szóval ezt a vonalat megcsináltuk, itt a, csináltunk egy olyan menetrendet, ami egy, egy bármilyen német vagy cseh vidéki mellékvonalon lenne, Üm, normális jármű nincs, ugyanazok a bézék járnak, ezek a kis piroskák, tehát itt még alacsony padlós korszerű vonatok nincsenek. Ennek ellenére az utasszám az úgy nőtt ki, hogy, hogy leesik a grafikon végéről, Üm, tele lettek a vonatok, elő kellett szedni a bézék pótkocsiait, hogy az iskolás forgalomban fölférjenek rá az emberek, és azóta is folyamatosan nő az utas szám, és ezt a vonalat nem zárták be, tehát ez, ez a vonal általán a legközelebb a bezáráshoz, de nem zárták be. Újra nyitottuk az Aszód Vác vonalat, ami be volt zárva évek óta, elindult rajta a forgalom, csináltunk egy normális menetrendet, és nem került fel a bezárási listára, pedig 2022-ben nyílt újra. Tehát azt hiszem, hogy elég világos, hogy abban a fél évben, amíg én államtitkár voltam, épp azon dolgoztunk, hogy, hogy az életképes regionális vasútvonalakon legyen olyan kínálatos menetrend, ami, ami, értelmesé teszi a működésüket. Mert azt viszont ki kell mondani, hogy ha egy vonalon naponta egy vagy két vonat van, és azok is olyan hülye időpontokban mennek el, hogy az első reggel négykor, a másik meg délután egykor, tehát semmilyen olyan élethelyzet nincs, ahol ezt használni lehetne. Ott nyilvánvalóan nem lesz utas, és akkor azt el kell dönteni, hogy vagy finanszírozunk ott egy rendes vasúti szolgáltatást, vagy ha azt vagy nincs értelme fenntartani, vagy nincs pénzünk fenntartani, akkor tényleg semmi értelme kirakatban működtetni értelmetlen időpontban üresen közlekedő vonatokat. Ezzel egyébként a 90-es évek óta vádolták a mávot, hogy direkt rontottak el úgy menetrendeket, hogy tönkre menjen az utasforgalom egyes szakaszokon, azokat belehessen zárni, és ennek következtében például magáncégek busztársaságait kedvező helyzetbe hozzák. Ez mennyi? Itt benne... szerintem nem összesküvés emlélet van e mögött, hanem az, hogy sokszor azért volt ilyen használhatatlan a menetrend, mert egy darab jármű, egy darab bézét több vasútvonalat szolgált ki. Tehát magyarul a, így jött ki az, hogy a másik van. tehát ami reggel négykor és délután 1-kor ment az egyiken, az reggel hétkor és délután négykor egy nagyjából értelmesnek tűnő időpontban ment a, a másikon. Ez az új Szeged hód, vagy új Szeged mezőhegyes vasútvonalra például igaz volt. Ott ahol... is ilyen volt, de Szabolcsban is voltak ilyen példák. a három pérdek. darab bz hogyha egy kidőlt, akkor megállt az élet. Így van. Szóval mi abszolút nem gondolkodtunk abban, hogy bezárjunk vasútvonalakat, föl sem merült ilyen. Én azt sem pontosan tudom, hogy ez hogy került elő, én nagyjából úgy értettem meg a helyzetet, hogy volt az az eset, ami országos figyelmet kapott, ahol egy ilyen mellékvonali bézének a felfort, felfort víz lefröcskölte az egyik utast, és az megsérült, és akkor Lázár János ebben, ebben vizsgálatot sürgetett, vagy nem is tudom pontosan már mit mondott, de a lényeg az, hogy ez egy országos figyelemre számottartó ügyé vált a tavalyi évben, és itt a MÁV start meglátta azt a lehetőséget, amit persze minden ilyen monopólium mindig meglát, hogy hát most ez itt nagyon sarkos lesz, amit mondok, de hát, hogy itt akkor lehet esetleg ugyanannyi pénzből kevesebbet is szolgáltatni, és uh, egyből előálltak azzal, hogy hát, hát amúgy sincs elég jármű, amúgy is szörny, szörnyű állapotban van a járműpark, ezekben mindig van igazság, tehát ezek nem igazságot nélkülöző állítások, uh, és akkor inkább zárják be ezeket a vonalakat, és Lázár János, aki egyébként világ azzal próbálta magát uh, megkülönböztetni, hogy ő itt a vidéknek a kiáró embere Budapesttel szembe vált azzal a miniszteré, aki valójában a Gyurcsány kormány után először vidéki vasútvonalak bezárására adta a fejét, és ráadásul olyan vasútvonalakére, amelyek közül én nem állítom, hogy mind a tíz esetében meg lehet azt nagyon könnyen védeni, hogy ezek életképesek, de volt köztük olyan, amit viszont, ami, viszont vitán felül azt, tehát például a Komlót ellátó vasútvonal, ami Komlót bekötötte Dombovár felé a fővonalba, az egy kihasznált jó működés, egyébként nem is lassú, vagy nem is problémás vasútvonal volt, a, busz több mint 20 perccel lassabb, annyival jobb a vonat ott. Tiszaújváros ellátó... És a mi kollégánk, Katus Eszter, aki nagyon sokáig az átlátszónak az országszerte Róatát szerkesztette, ő, ő Komlói, és, ő, és ő most meseg, autóval jár. Különösen komoly rángásokat kapott a, a. De ott helyben nagyon nagy közösség Én, én elmentem a Komlói ö, ö, bezárás előtti utolsó vonat bucsúsztatására, ott Komló színeival összegyűlt, e, tele volt a vasútállomás emberekkel, volt aki sírt, volt aki fotózott, volt aki szelfizett, de látott, hogy ennek az egész városnak most leesik az, hogy itt ők elvesztik a vasútvonalat. Tehát 20 ezres városok, most Tiszói város lehet mondani, Makót lehet mondani, vagy Komlót lehet mondani, azok kikerültek a vasúti hálózatból, és ennek nyilván van egy konkrét közlekedési jelentősége, de van egy, van egy szimbolikus jelentőség. Ezek amúgy is lakosság szemben azért inkább csökkenő tendenciátban lévő városok, amiknek a egyfajta ilyen leépülési spiráljukba lesz ez egy, vagy vált ez egy mérföldkövé, hogy most még a vasútvonalat is bezárják. Um, tehát szerintem ezek hibás döntések. Akkor egyébként... a 20 éven belül, vagy negyedszázadon belül a második nagyon komoly trauma, ami a várost érint, de hogy miközben azt mondod, hogy Lázár János az egyetlen, vagy Gyurcsány Ferenc után a következő, aki vidéken zár be vasútvonalakat, és ennek következtében ezt ugyan ilyen módon nem mondtad ki, de én kimondom, egyes tájegységek elsorvasztásához jelentősen hozzá. A saját választókörzetében is székhelyén Makó. Igen, csak most hogy a Makón, de hogy Korábbi a, hódmezővásár a vásár... hódmezővásárhely, hódmezővásárhely a nem, székhelye. Nem, ő... Lezer Jánosnak Makó a székhelye. Nem csak bejelentett, hogy nem indul az egyéni. Választókerületnek a választókerületnek hódmezővásárhely hát, amil, a székhelye. Amióta a Márkizai Péter nyert. Igen, de ettől de... a... átköltözött Makóra. a választó Körzetnek hódmezővásárhely a székhelye, és Igen. hódmezővásárhelyen viszont történt egy ö, ö, olyan vasútfejlesztés, amely komoly vitákat vált ki. Emögött teljes egészében Lázár János állt. Csaba ennek kevésbé nagy híve, mint én. Én szerelmes vagyok sok szempontból a tremtrénbe. Én és abszolút támogatom. Igen. Az egy jó beruházás. No, szóval, hogy ez, 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 ez viszont mennyiben? Számomra ez a legnagyobb ellentmondás a kérdésben. Én nem beszéltem Lázár Jánossal erről a kérdésről egyszer sem, sőt, hát mióta nem vagyok államtitkár, azóta egyszer sem. Tehát nem tudom, hogy az ő. Egyszer sem ne... beszéltetek, vagy erről nem beszéltetek? Egyáltalán Se, nem beszéltünk egyszer sem. Tehát nem szoktak ígérni a tanácsodat, mert közlekedés fejlesztésben nem, nem. benne van még a telefonodban a, a száma. Hát azt szerintem igen. De, ha nem változtatta meg. De, tehát én azt nem pontosan értem, hogy 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 ezek a dolgok hogy állnak össze egy képpé, hiszen pont Lázár volt az, aki, aki ha már itt Makónál tartunk, a Makói vonal kapcsán megfogalmazta azt a célt, hogy oda is egy tramtrént trem kellene vinni, és a, az új szegedi, ugye a híd lebombázása miatt zsák, állomássá vált, vagy zsákvonalá vált vonalat visszakötni, úgy, ahogy az háború előtt volt, visszakötni a Szegedi nagyállomásba. És akkor egyébként én, én majd is vagyok biztos, hogy akkor tram -train kéne oda, és nem a Szegedi intercity kéne akár tovább vezetni Makóra, ez már egy közlekedés politikai alkérdés. De ugye ekközben mi zajlik? Zajlik az új Szegedi híd tervezése, de csak közúti hídként, amivel, Igen, a, lehagyták róla, a, vasút is amivel mehet. rá fogjuk önteni Szeged belvárosára az autóforgalom egy jelentős részét a térségben ha ez megépül, a vasút nem épül meg, és a vasútvonalat, ami lehetővé tenni, hogyha esetleg a hídon egyszer mégis lenne vágány, akkor ez tovább tudja menni, azt a vasútvonalat pedig bezárja. Ez szöges ellentétben áll mindazzal, ami Hódmezővásárhely felé a tramtrén kapcsán történt. A tramtrén, én is azt gondolom, sok részletet lehet a tramtrén megvalósítása kapcsán vitatni. De az, hogy ez egy innovatív és jó elképzelés volt, és pont ilyen irányba kellene ezeknek a nagyvárosi térségekben közlekedő mellékvonalaknak, regionális vasútvonalaknak a jövőjét megtalálni. Ez biztos, hogy így van. A tramtrain szerintem egy minta. Például a most, szintén ebben a tavalyi körben bezárt Tiszaújvárosi vonal esetében a, is lehetne ez cél. Nyilván kazincz és Vizsgóholzs rációjában is adott esetben lehetne ez cél akár Debrecen környezetében is több olyan vasútvonal van, ahol ez fölmerülhet. Most ennek el kell menni Nagyváradig, az, az egy alkérdés szerintem, de Debrecen térségében is lehetne a debreceni villamoshálózat és a környékbeli vasútvonalak között kapcsolatot teremteni, és egész biztos vagyok abban, hogy hogy Szeged térségében, Hódmezővásárhely mellett például Makóra ennek lenne értelme. Ugye ez mit csinál? Ez azt csinálja egy ilyen rendszer, hogy a, hogy a, a kisebb megyei jó városaink, tehát Budapestnek kisebb nagyvárosainknak a, a villamos hálózatát és az elővárosi vasúti hálózatot integrálja össze. Ez lényegében a hév, a, ami a hév egy budapesti léptékben, az a tramtrén egy, egy nagyvárosi van, villamos, és ahol, léptékben. Ahol, mondjuk a 20. század elején közepén még volt villamos, vannak olyan települések, ahol már égységen nincsen. amikor a vasúti felújítás drágosságát firtattam, akkor azért elegánsan két területre toltuk ezt a beszélgetést, egyfelől az európai piac zártságára, hogy a piaci szereplők azért az árakban hajlamosak megegyezni, másfelől pedig a különböző hatóságoknak, illetve helyi politikai erőknek az igényei, amelyek ezt felhajtják. De biztos, hogy csupán ez a, ez a ami ebben szerepet játszhat. Most a helyzet kényességét is színben véve nekünk van. Nem akarok erről külön, mert most egy topikot nyitni, ugyanis erről beszélni fogunk külön. a déli körvosúttal kapcsolatban az átlátszó meglehetősen alapos munkát folytat azzal kapcsolatban, minden problémáját előtárjuk, és hogy ugye arról van szó, hogy folyamatosan drágul a beruházás, a fővállalkozó Szíj László, az alvállalkozó Mészáros Lőrinc, és még csak azt sem lehet mondani, hogy mondjuk környezetvédelmi előírások drágítanák magát a beruházást, mert hát nem arról van szó, hogy egy madár élőhely mentésről van szó, hanem arról, hogy több száz fát kivágnak. De lefordítom ezt például a Szeged-Szabadka vasútvonalra, ahol a 10 kilométer vagy 12 kilométernyi pálya majd 50 milliárd forint. Ez képest, amiről beszéltünk, a 80, a 60 az egy lényegesen hosszabb és bonyolultabb szerkezet, és 200 milliárd volt. Tehát, hogy biztos, hogy csak a a műszaki tartalmak drágítják ezeket a beruházásokat. Arról nem beszélek, hogy amit előbb említettél az M76-os, hogy kilométerenként 10 milliárdét akarunk autópályát építeni, illetve nem is tudom, mi volt a másik 300 milliárdért egy hidat. Tehát ezek olyan, olyan számok, amire ellen meg azt mondod, hogy egy évbe kéne összesen pályafelújításra költeni, miközben egy műtágyra, vagy két, egy, egy útra és egy műtágyra 700 milliárd forintot terveznek költeni. Tehát azért ezek elég, elég érdekes számok. Az biztos, hogy, hogy az európai országok között Magyarországon az építőipari beruházások árszintje az mondjuk úgy is felzárkózott a, a körülöttünk lévő országokból inkább a tőlünk nyugatra tartó, tartozó országokhoz. Um, nagyon nagy szórások vannak ebben um, Európán belül, én sem mindig pontosan értem, hogy miért, és most nem kitérni akarok, ha a magyar építőiparnak nyilván vannak sajátosságai, de mondjuk az, hogy Spanyolország milyen mértékben olcsóbban tud építeni vasutat, mint akár a szomszédos Franciaország, vagy akár mi, tehát a spanyol vasútépítések lényegesen olcsóbbak, mint nagysebességű vasútépítések 300 km/h-val olcsóbbak, uh, mint a magyarok. Ennek valószínűleg az a legfőbb magyarázata, hogy, hogy nagyon professzionalizált, nagyon magas szinten gépesített, globális szereplőként az Egyesült Államokban és mindenhol jelenlévő vasútépítő cégeik vannak, amiknek valószínűleg egyszerűen emiatt a, a technológiai fejlettsége nagyobb, de, de találgatok, én sem tudom pontosan, hogy milyenek az oka. de nagyon, nagyon érdekes ezeket a különbségeket látni. Azért, ha megnézzük, ha nagyon, nagyon nagy verseny van mondjuk a román építőipari piacon, ott a vasútépítések Ben most az RRF, tehát a helyreállítási forrásaiban a magyar határtól Kolozsvárig tartó szakaszon három nagy tender volt, azokban volt ahol török, volt ahol francia, és volt ahol olasz cég győzött, vagy fővállalkozóként legalábbis ők jelentek meg, tehát egy elég nagy versenyző nemzetközi piac van, és azok az árak, amik ott kijöttek, ezt egyszer nagyjából összehasonlítottuk, azok a, a most zajló lökösházai és és Bihar keresztesi szintén a román-magyar határnál lévő magyar beruházásoktól azért nem térnek el nagyon. Van egy 10-20 os különbség, de nem kétszeres vagy háromszoros árkülönbségek vannak. Tehát azért az látszik, hogy, hogy magas árakon zajlik az építkezés Magyarországon, nyilván nagyon ritkán van erős verseny, tehát Érződik az, hogy a fővállalkozók az építőiparban inkább maguk alá rendezik a piacot, mondjuk így, és az építőipari vállalkozók egy jelentős része az, az, az inkább a nem közvetlenül az állammal szerződő, hanem az alvállalkozói szerepben keresi meg a magas szerepét, de azért nyilván a most említett szereplők elett, a, mondjuk a Strabag vagy a Svitelszki által kialakított piaci viszonyok sem voltak ettől nagyon eltérőek, tehát hogy ez egy... Ez, a monopól helyzet az ugyanez szüli, mint a biztosító berendezéseknél. A monopól helyzetek nem álltak elő, de legalábbis itt is inkább ilyen oligopol piaci berendezkedések mm. alakulnak ki, ahol két-három szereplő van. Mondjam, nehéz is ez, mert valójában Megvannak, a megrendelők. kormányváltáskor 2010-ben a Strabag, ami odáig a korábbi kormány támogatójának tudtak be, elsősorban egyből hirdetést helyezett el a magyar nemzetben, mert a magyar nemzet olvasói olyan sűrűn akarnak mozdonyt venni. Nagyon. Szerencsére. Igen. Azóta Te... is csak ott hirdetnek egyébként, ha jól tudom. Ezen nincsen nagyon máshol már. Igen. Jó, szóval, szuma summarum, azért vannak olyan területek, tehát hogy a másik részét nézzük azt, akkor válaszoltál erre, hogy hajlamosak az építőiparban lévő cégek a piacot maguk alá rendelni, ez az egyik része, de hogy nem mindenhol van azért környezetvédelmi aggály. Tehát lehet, hogy vidéki helyeken, nemzeti parknál ezt érvényesíteni tudja, de mondjuk Budapesten, nem ki kell Tehát A Széli Körvasút esetében nem, abszolút nem a, nem ilyen okok okozzák azt, hogy ez ilyen sokba kerül, hanem az a körülmény, és ez lényegesen drágábbá teszi, mint a bármilyen nemzeti park, hogy egy sűrűn beépített lakóterületen megy át ez a vasútvonal, ami nyilván például azt jelenti, hogy akár az építőanyagok, akár a bontott törmelékek deponálására nincsen semmilyen helye a kivitelezőnek lényegében minden építőanyag, ami beépül, és minden kibontott anyag az azonnal fogja vagy elhagyni, vagy, vagy, vagy odaérkezni teherautó segítségével. Nagyon-nagyon kemény logisztikai környezet lesz az, amiben itt a déli körvasút kivitelezőjének dolgoznia kell. Teljesen eltér azoktól a tipikus vidéki felújításoktól, ahol oda lehet halmozni mindent akár hónapokra előre. A Budapest-Belgrád munkaterületére, hogyha kimész látni fogod, hogy ott az építőanyagok halmokban állnak, és nincs és hely. És várják, hogy egyszer nincsen, dolgozzon vele. Nincsen helyhiány. Ez nyilván a déli körvasút esetében hangsúlyozottan nincs így, ugye a közúti csomópontokban semmilyen hely nincs, a párhuzamos szakaszon pedig 6,5 méterig mehet be a mellette húzódó parkba a kivitelező, de az pont annyira elég, hogy ott az építőgépeknek, munkagépeknek a mozgására legyen egy sávnyi hely. Ott tárolni semmit nem fognak tudni. A másik pedig, és ez talán a legfontosabb körülmény, hogyha megnézed azt a hidat, ami már elkészült a déli összekötő vasúti hídat. Ami egyébként akkor, nem a nem kompatibilis pillanatban a magával az Ha nem épül, épül meg a déli körvasúttal, akkor az semmibe végződik az egyik híd, és ez most így van. Ott ugye két vágány volt korábban, egy rossz alapotú rozsdás hídon, azt három Vágányosra kellett bővíteni, de ezt nem egy ütemben lehetett megépíteni, hanem úgy, hogy el, mivel itt folyamatosan fönn kellett tartani a vasúti közlekedést, hiszen az előbb utaltam rá, három transz-európai koridor keresztezi itt a Dunát. Lényegében Romániát levágjuk az Európai Unió vasúti közlekedéséről, hogyha itt nem lehet átmenni. Tehát uh, A sztoroszkaira szóval közölni fogom meg. De Kelet-Magyarországot is, tehát a Debrecen térségét vesztes. is, igen. Tehát uh, a vagy egyébként a NATO keleti határát Ukrajna felé, ahova, ahova hát itt a déli körvosúton is lehetett látni, hogy zajlanak különböző, nem, nem Ukrajnába, de a keleti frontra, még a NATO, azaz Magyarország területére, komoly harckocsi szállítások zajlottak, és, és, és hát a, képesség, a déli képesség... egyébként pont ebben trükközték, hogy, a, képességfejlesztés. a, hogy, hogy ellátó útvonalként de az fel, is. így. Tehát ez nyilván egy ilyen lázári megoldás volt most ennek a, ezen a logikán való gyorsítás az engedélyeztetésnek, ez, ez tény, de de azért egyébként ez tényleg egy nagyon fontos katonai útvonal ö, kelet és nyugat ö, Magyarország és kelet és nyugat Európa között. Na, a lényeg az az, hogy mivel itt a kétvágányos közlekedést végig fön kellett tartani, úgy lehetett a hidat felújítani, hogy épült először egy új híd amikor az megvolt és lehetett rajta járni, akkor lebontották az egyik régit, akkor épült egy második új, akkor a középsőt kitolták a szélére, majd azt, azt is lebontották, és azt is újraépítették, és ezért tartott évekig. Most pont ugyanígy fog épülni a déli körvasút is. Tehát azt kell elképzelni, hogy itt ugyan egy pár kilométeres vasútról van szó, de először meg fog, ez háromszor fog megépülni, háromszor két év alatt. Először megépül az új vágány, az új támfalra, ami a mai helyére épül, és az elkészül. Amikor az megvan, és már járnak rajta a vonatok, akkor kezdődik el a bontása a mainak amikor az egyik vágány az a mai nek a helyén elkészül, akkor fog a másik leállni, és végül uh, lesz meg a harmadik, illetve nagyon szakaszosan a negyedik vágány. Tehát ez azért tart 6-7 évig, és azért kerül marha mert egy ilyen városi közegben nem lehet oda menni, és, és, egyszer lezárni ezt a vasútvonalat, mint egyébként sokszor vidéken ez történik, és uh, még a 60-i vonal is így épült, és az egészet építeni nulláról. Az egyes vasútvonalnak a felújítását nem tudták úgy megcsinálni, pedig hát azért a, a külterületen történt ez uh, Biatorbágy térségében, ugye most ez a, a vasúti Győri vasútvonal felújítás, is teljes zárás volt, Intercity pótlóbusz járt a Budapest-Bécs vasútvonal helyette az autópályán. Ezt a déli körvasút esetében az Európai Bizottság és az Európai Vasútak együttműködése nem engedi meg Magyarországnak, egy Magyarország se akarja ezt, mert Kelet és Nyugat-Magyarország között megszűnne a vasúti kapcsolat, ami azért áruszállítási, logisztikai, katonai szempontból sem oké, de nyilván személyszállítási szempontból sem. Tehát itt úgy kell vasutat építeni, hogy közben fölötte járnak a vonatok, és ez ennél drágább dolog egy olyan helyen, ahol semmilyen hely nincs, ez elképzelhetetlen. Itt a környezetvédelmi szempontok a tekintetben jelennek meg, hogy ebben a, ezen a transeurópai koridoron ma, ma is nagyon sok tehervonat megy át, ezek akár Ukrajna-Románia felől, Fekete-tenger felől, akár Kelet-Magyarországról tartanak nyugatra, nyugat-Magyarországra vagy nyugat-európába. Ezek ma mindenféle zajvédelem nélkül haladnak át új Buda lakóterületein, az ott élő emberek ezt egész éjszaka hallgathatják. Ennek a beruházásnak a részeként egy olyan magas zajvédőfal épülne, ami a, ezeknek a vonatoknak az aját bent tartja egy ilyen, hát nem alagútban, de egy ilyen fél -szerű kialakításban. Ez azért egy jelentős környezetvédelmi kérdés. Az való igaz, hogy nem lehet megépíteni úgy ezt a harmadik vágányt, hogy annak a parknak bizonyos számú fáját, ami ott közvetlenül a vasút mellett van, azt azért, hogy fölvonulási terület legyen, ne vágnák ki. Nagyon sokáig nézték a mérnökök, hogy van-e alternatív megoldás, helikopterrel nem lehet vasutat építeni, tehát egy új, új tartószerkezetet, egy új támfalatot megépíteni úgy, hogy nem lehet mellé oda menni, ezt is cölöpözni, és a másik oldalán közben járnak a vonatok. Ö, ez egyszerűen nem volt Értem, megoldás. Értem, de ezért most nem, Egyébként van ehhez egy ha... megjegyezni hmm. való, csak erre külön, de... külön, de, nem, azért nem, akar, azért nem akarok bemenni, mert, nem, mert az egy másik pont a hónapi fogunk felvenni egy másik műsort, ami csak ezzel fog foglalkozni majd a déli körvasúttal. Itt csupán jelezni akartam, hogy azért van itt két olyan szempont, amit a korábbiaknak kihagytuk, egy, hogy ki a maga az építőipari fővállalkozó, kettő pedig az, hogy a környezetvédelmi hatóságok hozzáállásán nem feltétlenül mindig a környezetvédelem ügyét tartja első számú. De ez, értem, amit ezt a környezetvédelmi hatóság itt marha szigorú volt, két tekintetben is, és ezt szeretik elfelejteni azok, akik kritizálják a beruházást. Az egyik, hogy miért a park felépül a vasút, és miért nem a másik irányba, ez ugye egy gyakori kritika. Itt a környezetvédelmi hatóság, egyébként, és egyébként új Buda önkormányzata is, tök világosat hogy a másik irányban ugyan nem fánk vannak, de lakók, sokkal közelebb vannak a házak. És az, az hogy a, azokat a házakat megvédjék a vasút okozta zajtól rezgéstől, még ha van is zajvédőfal, akkor is van nyilván valamennyi zaj, ez egész egyszerűen előre való, előrébb való környezetvédelmi érdek volt, mint azoknak az egyébként, hogy mondjam, ilyen város használói, város élmény szempontból nyilván értékes, de környezetvédelmi szempontból különösebb értéket nem képező fáknak a védelme, amik eleve egy véderdőként kerültek oda, hiszen ezen a helyen a Hungária körút folytatódott volna. Itt azért vannak fák, ez persze utólag persze lehet mondani, mindegy, de itt azért vannak fák, és azért nem épültek tovább a társasházak, mert ez a Lágymányosi Híd levezető szakaszaként volt kiszabályozva, csak ugye a 90-es évek elején a a helyi tiltakozás ezt megakadályozta, és azért kanyarodik élesen balra az út ott a végén. Senki nem akarja ezt a parkot eltörölni a földszínéről. Én magam voltam a benyújtója annak, hogy itt ez, köz, ugye ez végig közúti minősítéssel volt. Tehát ez a szabályozási terveken 2020-ig ez közlekedési célú közterület volt, nem park. Az, hogy ezt átminősítsék, azt a területet, ami a vasútfejlesztés mellett megvan parká, ennek én voltam a kezdeményezője, ez megtörtént, és szerintem a vasútfejlesztés során azt, hogy a lehető legkevesebb fa sérüljön, és minden nem darabra, hanem mérőre vissza legyen pótolva, ezt, ezt meg kell csinálni, ezt egyébként a beruházó vállalta is az új újbuda önkormányzat felé, ezt, ezt nyomon kell követni, én is nyomon fogom követni, hogy ez teljesül-e. De, de egész egyszerűen muszáj egyet hátralépni, és azt tisztán látni, hogy ez az ország egyik és az egyik, az Európa egyik legfontosabb vasútvonala, amit összefut rengeteg irányból. Egyébként személyforgalmi szempontból, épp, hogy összekössem a két témát, épp a Rákos 60 vasútvonalnak a keleti pályaudvari kapacitás szűkületén is segít az, ha van déli körvasút, tehát több vonat tud bejönni a keleti elővárosokból, hogyha azoknak nem mind a fejpályaudvarak kell menni, hanem a körvasúton el tudják kerülni Budapest legbelsőbb centrumát és a fejpályaudvarakat, és fordítva szintén az előbb általam említett 30-as, 40-es, tehát a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonal is úgy lett felújítva, ezek már egy -e kész vannak szintén, hogy több vonat tudna járni, járni, rajtuk, mint amennyi ma jár, és igény lenne rá, ha az érdieket megkérdezed, el fogják mondani. Érdről tudna járni negyedóránként be a gyors vonat Budapestre, a mai fél óra helyett, de azért nem tud, mert a déli van, nem tudja fogadni, nincs kapacitása annak a szűk keresztmetszetnek a kis A déli körvasút lehetővé fogja tenni, hogy mind az Érd-Székesfehérvár vonalon, mind a puszta -Szabolcsi vonalon ami szintén érdetérinti, mind a 60-i gödölői elővárosi vonalon több elővárosi vonat tudjon bejönni, mert ezeknek nem kell bemenniük a fejpályudvarokra, hanem a déli körvasúton tudnak áthaladni. Na most itt ez, ez nyilván befolyásolja, hogy hányan fognak autóval bejárni, az egész közösségi közlekedés versenyképességének még fogadni egy jelentős előrelépést ezekben az elővárosi térségekben. Tehát itt egyszer kiszámoltuk, hogy aztán három nap alatt fogja a széndiokszid mérleg pozitívba fordulni a, kivágott fákhoz képest. Tehát egész egyszerűen muszáj ilyenkor azért egy ekkora beruházásnál mérlegre tenni azt, hogy valójában mi a zöld megközelítés az, hogyha ha minden egyes fa védelmében megakadályozunk fontos közlekedési beruházásokat, vagy az, hogyha egyébként tényleg zöld közlekedési módot, mint a vasút fejlesztünk. A, ugye itt többször szóba került a megfelelő gördülő állomány, akár személyvonat, akár tehervonat kapcsán. Ugye a, éppen sok agyára mondjuk el, hogy Lázár János, de úgy látszik már ő a magyar közlekedésnek a, ebbe a fejezetébe egyfajta mumusként fog beépülni, hogy a leállított beszerzésekkel mennyire fogunk lemaradni én amikor legutóbb beszélgettem valakivel erről, ő azt mondta, hogy a, és te is mondtad, hogy a környező országokban milyen fejlesztések vannak. Az ő megrendelései valószínűleg már a gyártóknál ott vannak. Mi Magyarország terveztünk valamennyi mozdonybeszerzést, amitől ugye azt mondta Lázár János, hogy Siemens nem a barát, innentől kezdve hátrébb lépünk. Hogyha most elkezdene a MÁV járművekre pályázni, és azt mondja, hogy akár a BZ-ket kiváltani, akár vontató járműveket beszerezni, akkor, és mondjuk nem gondolja azt a miniszter, hogy éppen ő most teljesen adhoki jelleggel dönt és megváltoztatja a korábbi terveket, akkor mikorra érhetnénk el az, hogy látható járműállomány változás legyen. Ugye, hiszen azokon a vonalakon, akár a 80-an, akár, akár, akár az Esztergomin, látható, hogy ha van vonat, van normális menetrend, van szolgáltatás, akkor azt használják. Akár a cseheknél, akár a lengyeleknél, akár Ausztriában százas nagyságrendben rendelik meg a vasúti járműveket. Lényegében alig marad olyan területe a cseh vagy az osztrák vasútnak, ahol nem új vagy pár éves járművek fognak közlekedni néhány évben belül. Ez képest Magyarország ma az egyetlen olyan ország, ahol van vasút, ugye Cipruson és Máltán nincs, tehát velük vagyunk most egy ligába, és nincsen vasúti járműbeszerzés folyamatban. Az összeset leállították egytől egyik. Minden más európai vasúton jelentős vasúti jármű fejlesztések zajlanak. A Valóban, ami volt, azt is visszavonták, és új nincsen. Ez egy e, nyilván egy hátrányt jelent a vasútnak és a vasút versenyképességének. Én attól nem félnék, hogy ne lenne az európai vasúti járműiparnak kapacitása kiszolgálni az igényeinket, hogyha, ha azok fölmerülnek, de nyilván várakozási idők vannak. Tehát az látszik, hogy hogy ma már, főleg ha valami kicsit is olyat rendelünk, ami nem pont ugyanaz, mint ami más országban jár, már pedig vannak sajátosságai a magyar vasútnak, ami miatt nem tudunk mindent egy egybe ugyanúgy rendelni, mint mondjuk a németek, például az áram nem különbsége, akkor, akkor sokszor három, négy vagy akár öt éves várakozási idők is vannak mi a tender kiírásától a szállítás befejezéséig. Tehát, Tehát egy e ilyen kukába dobása hogy gyakorlatilag egy öt évet kidobtunk jó pár évvel csúsznak ezek a dolgok most. Amellett, hogy a mozdonybeszerzés, ugye a keretszerződésből nem történt lehívás, tehát lényegében nem veszünk új mozdonyokat az elhangzottaknak megfelelően, pedig ott ugye egy több mint egy évig tartó tender már lefolyt. Amellett ugye az Intercity flotta cseréje lenne még nagyon fontos, 40 éves átlag életkorú az Intercity kocsik, kocsi bocsánat Magyarországon. Ennek a teljes cserére készült egy program, ami ami hát ezekhez a mozdonyokhoz uh, illeszkedve az összes Intercity kocsit korszerű uh, nagy sebességre képes, tehát 200 km h sebességre a jövőben képes, légkondicionált. Lényegében a, talán a hallgatók úgy tudják a legjobban elhelyezni, hogy ahhoz színvonalában hasonló megoldás, mint amit mondjuk a railjetek kínálnak, amik Ausztriából bejárnak Budapestre, ahhoz hasonló színvonalat érjük el. Ezt a beszerzést is leállították, uh, ahogy a hévek beszerzését is, ugye ott uh, ott a ma 50 éves hévjárműparknak a cseréjére lenne szükség. Én nem tudom, ezek mikor fognak újraindulni, nem tudom pontosan, hogy ki és mire vár, Nyilván lehet mondani, hogy pénzhiány van, ez biztos, hogy így van, de itt is azért... Nem valószínű, hogy pénzhiány van. Előbb beszéltünk arról, hogy az M76-osra 400 milliárdot fog De ezt akartam költeni, pont mondani, hogy de azért a közlekedés másság és, gazataiban... és egy Duna 300 milliárdot, ami a semmiből a semben fog vezetni. Tehát ez, ha 700 milliárd forintot ma azt mondanék, hogy a, azt mondanám, hogy a vasútfejlesztése, vagy a vasúti gördülő járulmi állományra el lehetne költeni, akkor, akkor olyan összegekről beszélünk, ami az elmúlt 10 években nem történt, már pedig 10 éve ugyanaz a kormány. Még annyit hagyd hozzá, hogy, hogy amellett, amit az előbb elmondtunk, mozdonyok, távolsági járműpark, hévek, ahol még nagy probléma van, az a mondjuk úgy regionális járműpark, ezek a, a dízel bézék, amik ugye járnak a mellékvonalakon, meg, meg tíz dízel. Igen, igen, igen. igen újgyi, meg a Redro csörgő, ami jár a Szeged Békés Csaba között. Így van, a dízel mozdonyok által vontatott személykocsis vonatok. Ezek mind-mind olyanok, amik tényleg drámai állapotban vannak, és azonnali cserére szorulnának. Ezeken a területeken egyébként, és akkor itt visszaértünk az első témához, Azért azt a kérdést is szerintem föl kellene tenni, hogy ha a MÁV fölteszi a két kezét, hogy ő ezt nem tudja üzemeltetni, ugye ez volt a szöveg a mellékvonalak bezárása kapcsán, a MÁV start azt mondta, hogy ő már nem tudja ezeket üzemeltetni. Akkor egyébként föl kéne tenni azt a kérdést, hogy a magyar állam ebben ilyen áldozati szerepben van, vagy megrendelő? Tehát a, 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 a saját szuverenitására, a saját felhatalmazására. Igen, nagyon, megrendelő. nagyon büszke a magyar állam, hogy tud áldozatává válni a mávnak. Szerintem ezt a kérdést érdemes föltenni, ha a BKK Budapesten azt tudja mondani a BKV-nak, hogyha a BKV esetleg azt mondaná, most már nem mondi, de tíz éve mondott, hogy hát itt olyan szörnyű állapot vannak ezek az ikaruszok, hogy ritkítani kell a járatokat, akkor a BKK létrehozása azt, a, azt az erőt, azt a kompetenciát hozta létre a mindenkori főpolgármester kezében, hogy azt tudja mondani, hogy hát ha ti ezt nem tudjátok megoldani, akkor megrendeljük a szolgáltatást mástól, és a jegyek bérletek érvényesek, a menetrend egységes, a hálózat egységes, ezt a BKK biztosítja, és egyébként lehet, hogy, hogy valaki más ezt olcsóban el tudja végezni. Azért azt látjuk, hogy a cseheknél, Sorban veszíti el a Csállamvasút ezeket a tendereket, és magáncégek. De a szlovákoknál. Cseh magáncégek, így van Szlovákiában is, akár 10-20-30%-kal olcsóban új motorvonatokkal elvállalják a szolgáltatást, mert lehet, hogy hatékonyabban is lehet valamit működtetni, mint a Mávot. Lehet, hogy Magyarországról nézve nem tudjuk elképzelni, hogy van a Mávnál hatékonyabban működő cég, de most nem ironizálni szeretnék, de. De hát előbb, azért... Előbb te a... meg a mávot, most hagyd mondjam, én azért védjük meg. Tehát azért a, a mávnak vannak sajátosságai, de azért azt kijelent, tehát nem lehet azt kijelenteni, hogy az egész úgy, hogy van felesleges. De ilyet én a nem akarnék kijelenteni, de azt gondolom, hogy a verseny még nem tett rosszat senkinek. Tehát én azt, ért, azt, értem a... át, azt éltem át BKK vezérigazgatóként, hogy a BKV, amelyiknek a vezetősége nagyon tisztességes szakemberek is azért mindig csak és kizárólag arról beszéltek, hogy mennyire nincs pénz, és mindig kéne pénz, de az mindig egész milliárd forint volt, tehát mindig legalább 10 nulla volt még a végén akkor hirtelen, amikor megjelent egy magánbusz szolgáltató, és kilométerdi alapon elkezdett szolgáltatni, és sorba érkeztek azok a prezentációk, hogy mi tudunk olcsóbbak lenni, mi tudunk jobban működni, mi akkor itt javaslunk racionalizást, itt javaslunk racionalizást. Tehát azért ezeknek az állami cégeknek, meg fővárosi, meg akármilyen köztulajdonú cégeknek, ha ezek soha semmilyen versennyel nem találkoznak, csak az egyetlen mérőszáma az, hogy az a politikus, aki kinevezi a vezérigazgatót, az éppen mennyire elégedett az arcával annak, aki ott van, ez nem fog jó teljesítményt kihozni. Ha nincsen mérés, ha nincsen összehasonlíthatóság, ha a, se a költségszintet, se, a, se a, azt, hogy milyen színvonalon szolgáltatnak ezek a cégek, ez nem méri és nem ellenőrzi senki, és nem kéri számon senki, akkor annak a vége egy ilyen egy ilyen szocialista nagyüzem üzem lesz. Szerintem a, a, MÁV minden értékével, és nagyon sok értékes ember dolgozik ott, tehát ez egy pillanat kérdés. A MÁV egy nélkülözhetetlen alapinfrastruktúra. Én nem azt mondom, hogy MÁV nélkül kéne vasutat csinálni, szerintem ez nem realitás. De az, hogy mondjuk regionális vasútvonalakon kipróbálja a magyar állam, hogy milyen az, amikor esetleg verseny van, és összehasonlítási alapot teremtsen, és esetleg a járműpark cserét is gyorsítsa ezáltal, hiszen ha egy magánszolgáltató magahoz járművet, akkor ott a beruházás. Hozhat külföldről? Hozhat használtat, ami persze tudom, hogy a mi büszkeségünkkel nem fér össze, de hát azért azt látjuk, hogy Európa szerte ez egy bevett dolog, hogy de például nem villamo az való azért persze. Szegedi villamosítanak egy vonalat mondjuk Németországba, és lehet, hogy kidobnak olyan tíz éves dízelvonatokat, amik egyébként még tök jók lennének a magyar vidéken. Ma ezeket nagy részt mondjuk Románia elviszi, vagy akár még a csehek is elviszik sorban. Mi ilyet nem csinálunk. Vagy az is lehet, hogy egyébként mondjuk egy olyan jármű, üzem, vagy egy olyan vasút üzemeltető, akinek van már egy megrendelés, az azt tudja könnyebben mondani, hogy figyelj, még ötöt kérek, a már sorozatban gyártott járműből gyártsál többet, és akkor hamarabb tudja hozni, mint egy közbeszerzés köteles Mavstart. De én nem, tehát, én csak azt akarom mondani, hogy ma az állam lényegében ezt a fajta megrendelői képességet leépítette. Nekünk volt erre egy tervünk, ezt már végigcsinálni nem tudtuk a minisztériumi változások miatt, hogy a BKK mintájára hozzunk létre egy olyan országos közlekedés szervezőt Magyarországon, ami összehangolja a menetrendeket, egységes tarifarendszert hoz létre, és így tovább. És utána létrejön az a képesség, hogy akár versenyeztetni tudja az üzemeltetés jogát egyes vasútvonalakon, vagy akár buszvonalakon is, és még egyszer, ez nem azt jelenti, hogy az utasok akkor azt látják, hogy egy zagyva versenyhelyzet van, és akkor, mint a két fapados légitársaság egyszerre megynek ugyanoda, és aztán két cég, és aztán nem jön semmi, nem, ez úgy működik, hogy a közszolgáltatásnak az alapjellemzőit, amit az utas érzékel lát, azt, a, azt, azt, egy helyről döntik el, és ez egy darab szolgáltatás, csak azt, hogy éppen kiüzemeltet egy járatot, abban lehet verseny. Én ebben hiszek, és azt gondolom, hogy azért a magán szférának a, a működési logikáiból nagyon sok hiányzik a közszféra működési logikáiból, és szerintem a teljesítmény mérhetősége és a verseny az igenis észszerű határok között is, úgyhogy az nem a közjó rovására megy, ennek lenne helye a, a, működésében a közférának. Helyben is vagyunk, ígértem, hogy vissza fogok térni két dologra az elején, csak hogy akkor először merüljünk el a kötött pályás közlekedés rejtelmeiben, de akkor magad hoztad vissza mind a két kérdés, az egyikre válaszoltál is, az egyik ugye a közféra és a magászféra viszonyát jelentette volna, és ígértem, hogy erre még visszatérünk, de akkor ezt kimaxoltuk. A másik meg a BKK létrehozása is értelme, ezt is érintetted most itt előbb, illetve azt is, hogy ebben milyen komplex megközelítési igények lennének, amelyet az állam vagy tud teljesíteni, vagy nem, de inkább nem. És az egyik ilyen mostanság kirobbant botrány, ez a Budapest bérlettel kapcsolatos, mert ugye a az összehozása a különböző közlekedési területeknek nem csak azt jelenti, hogy a városon belül a kerékpáros közlekedéstől, a kötött pályás Igen. villamos közlekedésig, illetve a buszoktól, a magánrollerekig, egységes kezelése, mint egy város hanem az agglomerációnak és Budapestnek is a nagyjából ilyen összefüggő kezelése. Akkor nézzük a Budapest bérlet problémáját, illetve azt a helyzetet most, ami kirobbant Lázár János, többször előkerült már ebben a beszélgetésben, nem mindig pozitív szereplőként, sőt, általában nem pozitív szereplőként, viszont ha jól láttam, akkor, rend -rend -rend akkor ezzel, igen, az volt, ha jól láttam, nem őt tetted első számú felelőssé ebben a kérdésben most, mármint az, hogy a főváros és a minisztérium között kirobbant egy jogvita, amelynek eredményeként bőven elképzelhető, hogy a budapesti és agglomerációs polgárok lesznek a vesztesek. Ugye ez az egész ügy december 21-én került a nyilvánosság elé egy indexcikkben, ahol hát nagyrészt a minisztérium álláspontját tolmácsolva arról írt a, ez a cikk, hogy megszűnik a Budapest bérlet, és megszűnik az az együttműködés, ami a főváros és a kormány között létrejött. Öm, én akkor azt mondtam, és azóta is végül is azt mondom, hogy a főpolgármesternek és a miniszternek, Lázár Jánosnak és Karácsony Gergelynek tárgyalnia kell és meg kell állapodni. Ezt eleinte ilyen értetlenség követte, hiszen a szokásos felállás, ahol a kormány az erőszaktevő és a főváros az áldozat és mindenki ebben a szerepben így e, e, meg tud merítkezni és meg tudja védeni a másiktól a, a saját szavazóit. Ebben, ebben állt, eb, e, e, ez a helyzet alakult ki és sokan rossz néven vették, hogy én a főpolgármestert e, ilyen szempontból egy aktív cselekvésre próbálom késztetni az ügyben, a miniszterrel együtt. De már oda jutottunk, hogy ők maguk is ezt mondják. Most ugye az az állítás, láttam tegnap a nyilatkozatát a főpolgármesternek, hogy tárgyalnak egymással. Tehát, hogy végül is megtörtént az, ami, ami, amit én ott megfogalmaztam. Ugyanis ez abból ered, hogy, amiért ezt mondtam, ez nem egy politikai állásfoglalás volt, hanem egy tárgyi, a tényszerű, a jogi helyzetet leíró, hogy a törvény kifejezetten úgy fogalmaz, és ez nem egy új törvény, ez így van több mint tíz éve, hogyha egy ilyen bonyolult rendszerben együtt kell működtetni agglomerációs és, és városi közlekedési eszközöket, akkor ott a miniszternek és a főpolgármesternek kell egymással megállapodást kötnie. Ez a megállapodás, ennek a legelső verziója, még fővárosi oldalon ezt BKK vezetőként én tárgyaltam ki, ez 2011-ben jött létre a Budapest bérlettel együtt, akkor ugyan a nagy MÁV vonatok, tehát a MÁV start vonatai és a sárga mindig is volánjáratoknak a, a, a bérlettel való használatára terjedt ez ki. Aztán 2016-ban, amikor a főváros úgy gondolta, hogy jó jár azzal, szerintem nem járt jól, de ez akkor egy rosszul fölmért szituáció volt még a Tarlósféle városvezetés részéről. De nyilván a saját anyagi túlélésük miatt találták ezt ki, akkor is viták voltak a főváros finanszírozásáról. Akkor a Héveket és az agglomerációs BKV buszjáratokat átadták az államnak, és a Héveket a Máv az agglomerációs kék volámbuszokat, pedig a volánbusz üzemeltette tovább. Mondjuk erre az utóbbira egy jó példa a 22-es busz, ami Budakesziről bejár Budapestre, behozza elővárosi közlekedésként, helyközi közlekedésként az embereket Budakesziről Budapestre, ez a miniszter feladata, majd aztán a korányi tüdőgondozó intézetnél, vagy a lauderiskolánál, vagy a nem tudom, az ott lévő magas házaknál megállva, budapesti utasokat szállít a Szélkálmán térre, az pedig egy helyi közlekedés, az a fő polgármester feladata. Ezt ugyanaz a buszjárat látja el, ahogy a Szentendrei Hévis, is Békesmegyertől befelé budapesti Pomáz, meg Szentendre felől pedig, vagy Budakalász felől pedig helyi közlekedést lát el. Ezek a járatokat egy megállapodás szabályozta, amelyben a főváros Sok megállapodás szabályozta, egymástól épülő megállapodások tömege szabályozta. Igen, bár azért valójában a legfontosabb megállapodás az az volt, amit a minisztérium kötött a fővárossal. A többi az inkább technikai lebonyolítási megállapodás volt, azoknak kisebb volt a jogi jelentősége. A fő megállapodás az az volt, amiben a két megrendelő, tehát a főváros és az állam, Megállapodott arról, hogy ezeket a járatokat ők közösen működtetik, megállapodott arról, hogy ki mit fizet a másiknak, és itt a főváros, hiszen akkor ő egy átadófél volt, komoly előjogokat harcolt ki magának. Mik ezek az előjogok? A fővárosnak vétójoga volt a menetrendre, tehát a hévek vagy ezeknek a buszjáratoknak a menetrendjét nem módosíthatta az állam. Annak ellenére, hogy állami tulajdonú cégek működtették a főpolgármester engedélye nélkül, és nem is módosították, nem volt erre példa. Most ugye kiritkították a héveket, amint lejárt ez a megállapodás. Másik oldalról pedig a tarifa rendszere nem is vétója volt a fővárosnak, hanem egyedül meghatározhatta. Tehát az, hogy Budapesten milyen jegyek, bérletek érvényesek a hívekre, ezekre a volánbuszokra, ebben egyedüli döntési joga volt a fővárosnak, az államnak még vétójoga sem volt. Ezeket a jogait a főváros elvesztette december 31-én. Az én kritikám azért szólt a fővárosnak egyel erősebben, mert ha a fővárosnak vannak előjogai, amik a budapesti közlekedők szempontjából fontosak, akkor nem lehet december 21-én rádöbbenni arra, hogy lejár a december 31-i szerződés. Hol volt a főváros nyáron, ősszel, hogyha Lázár János nem akart velük megállapodni, ami az állításuk volt, akkor miért nem szeptemberben én tették ezt, nem szóval? Én mondani, hogy szerintem itt mi történt, már csak azért is, mert ezekben, mint előbb utaltam rá, be néztem már, mint hogy milyen megállapodások voltak, ráadásul nem vagyok róla meggyőződve, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet szerint jogszerűen átvehette volna a MÁV és a Volán ezeknek a közlekedési eszközöknek az üzemeltetését, tehát mondom, egy nagyon fura jogi konstrukcióban van az egész, de hogy a főváros miért várt, és hogy a Lázár minisztérium apparátusa szerintem miért vezette meg a minisztert, az, az... Szóval ezzel kapcsolatban nekem van egy véleményem, vagy egy ilyen meggyőződés sem érett, ahogy ezt figyeltem, hogy, hogy azt Lázár János szerintem jól érzékeli, hogy itt az állam gyakorolt egy gesztust a főváros irányába, tehát az állam számára jelentett anyagi megterhelést annak idején, amikor Tarlós István politikailag még olyan helyzetben volt, hogy Segesvári Csaba ne szedje szét teljes egészében az átlátszó berendezését, meg a saját telefonját. Szóval Tarós István még olyan helyzetben volt, hogy el tudja azt érni, hogy ha már pénzt nem tud kapni például a hívek üzemeltetésére, akkor vegye át az állam tőlük ezeknek az üzemeltetését. És, és most, fejlesztési feladatait, ami ugye egy óriási plusz. Így, 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 Pontosan, tehát Lázár János gondolhatta azt, hogy hát most már ellenzéki főpolgármester van, nem tud a kormányban neki problémát okozni. De 22-ben is ellenzéki ez... főpolgármester volt, és meg tudtunk állapodni, ott még az én dolgom volt, tehát hogy... Hát lehet, hogy ez Igen, nem nem de változhat. azóta ezt úgy gondolta, hogy meg... Igen, ám csak, hogy a főváros tisztában volt azzal, hogy itt ugye olyan buszokról van szó, melyek BKK-kompatibilis BKK fedélzeti uh, vezetések működnek, illetve hogy ö, a jegyértékesítést jelen pillanatban a BKK automaták látják el mind a kettőhöz, hát nem hetek, és nem is hónapok ö, ö, szükségeltetnek ahhoz, és ráadásul nem két fillér, hogy pótolni lehessen, tehát hogy a főváros azért volt ennyiben nyugodtabb, és azért gondolom azt, hogy a minisztérium megvezette Lázár Jánost, hogy oké, okay, rendben, az állama az, amelyik anyagi terheket vállal, és most, hogyha eláll a szerződést, nem hosszabbítja meg a szerződést, akkor nézzük meg, hogy mit csinál a főváros, csak mind kiderül, hogy a fővárosnak azért olyan, ö, ütőkártyái vannak a kezében, olyan hardverek, amelyek Ebben igazad van, ezzel együtt azt gondolom, hogy a főváros egy gyengébb helyzetben van azzal, hogy hagyta ezt a megállapodást lejárni, és utána van most ez a közéleti vita, mintha ez össze lett volna. Egyrészt távolabb lett volna a választásoktól, ami azért talán egy segít a higgadtabb megállapodásban mindig. Másrésztről a szerzett jogok megtartásáról tudna vitatkozni, és nem az elvett jogok visszaszerzéséről, ami azért mindig egy más helyzet. Nekem a fővárosra kapcsolatban ez a legfőbb kritikám. A, a minisztérium részéről pedig azt látom, hogy hogy ott egészen abszurd ilyen Budapest ellenes szövegeket tudnak a nyilvánosságban megosztani a közlekedési államtitkár volt kedves erről szöveget. Most nem fogom tudni szó szerint idézni, de, de lényegében Lázár János Debrecenben ezen a sajtótájékoztatón azt fogalmazta meg, hogy ez egy igazságtalanság a vidéki magyarokkal szemben, hogy Debrecenben a helyi bérlettel nem lehet felszállni az állami volánbuszra, bezzeg a budapestiek fölszállhatnak, Na de most könyörgöm. Tehát ez, ha ez igazságtalanság, akkor Debrecenben meg kell csinálni a Debrecen bérletet, meg Győrbe, meg Székesfehérváron, meg mindenhol, semmi akadálya nem lenne. Ahogy, ott hogy át... ahogy Szegeden megcsálták a Tremtrén Ott a Tremtrén megcsináltuk, ugye... így van, így van. Tehát ott állt mellette a debreceni polgármester, amikor ezt mondta, hát vonuljanak félre és állapodjanak meg. De ahhoz, hogy hogy a Budapest és a vidék között igazságtalanság megszűnjen, nem, az az, nem, úgy vezet az út, hogy azt, ami Budapesten működik, szétverjük, és akkor ott sem fog működni, ami vidéken nem működik. Egyébként Kecskeméten is, mintha megállapodtak volna, hogy átjárhatóság jön létre, miközben Kecskeméten ugye van nagy magánszolgáltató magán van. Igen, igen. Tehát nem a volán busz üzemelteti, hanem egy közlekedési Vannak kisebb példák, nyilván meg lehet -e beállapodni. Én azt remélem, hogy Budapesten is azért az lesznek a hajcélnak a vége, hogy azért meg tudnak úgy állapodni, hogy megmaradjon a Budapest bérlet, de nem elég, ha a bérlet megmarad, ne felejtsük el, hogy a jegyek is ma a BKK-hoz tartoznak. Azért meglepő lenne az, hogyha mondjuk a Budapest Góban vásárolt 30 vagy 90 perces jegy, vagy a Farzsebünkben lévő tízes gyűjtője nem lenne érvényes a szentendrei Héven vagy a 22-es buszon, Uh, ahogy mondjuk a forgalom irányítás terén meglévő együttműködés is fontos, tehát az, hogyha a hévben van baleset történik, vagy műszaki hiba, akkor a BKK megszervezi a pótlóbuszokat pár percen belül, ahogy ez Budapesten szokás, uh, az, hogy ez akkor rögtön megjelenik a BKK összes tájékoztatási felületén. Ha ez hirtelen a mávos rutin szerint kezden el működni, uh, és azt kéne várnunk, hogy mikor jön vidékről volánbusz, és a máv tájékoztatási sztenderdjeit alkalmaznák a héveken, akkor azért elég nagy bajban lenne Budapest. Egyébként ennek csak vesztese van ennek a helyzetnek, nem? Tehát ebből senki nem tud hát, nem tud profitálni. Tartalmi értelemben szerintem csak vesztese van. Politikai értelemben azért azt látom, hogy, hogy Budapest az most egy csatatér politikai értelemben, itt húzódik az országos politika frontvonala, és, és azért a szereplők, hogy meg tudnak merítkezni egy ilyen helyzetben a különböző szerepekben, nyilván a főpolgármester egy városvédő szerepben tűnik föl ilyenkor, és jelenik meg, ugye ez már egy jól bevált és sokak által ismert szerep, Lázár János pedig a, vidék, a vidéket védi az igazságtalanságtól, és lehet mondani igaz mondatokat ebben. Tehát amikor Lázár János azt mondja, hogy micsoda igazságtalansága az, hogy Budapest kap 12 milliárdot évente a tömegközlekedés üzemeltetésére, de az összes vidéki város nullát, ez egy igaz állítás, és egyébként szerintem sincs rendben, de akkor akkor a vidéki városokat is kéne talán finanszírozni, az nem úgy, nem úgy lesz igazságos a helyzet, hogy elvesztjük Budapestről a 12 milliárdot. Amikor azt mondja a Karácsony Gergely, hogy a, hogy a 12 milliárdot nem emelték inflációval, Hát az is igaz, és valóban jó lenne, ha inflációval lenne emelve, de ehhez az egész vitához ennek sok köze nincsen, mert az agglomerációs elszámolásban mindkét fél mindig inflációval próbált emelni az árakat, a BKK is, amit szolgáltat a MÁV felé, meg amit a MÁV szolgáltat a főváros felé is, tehát ennek ehhez nagyon sok köze nincs. Tehát csak azt akarom mondani, hogy, hogy persze ez ilyen bonyolult rendszerben mindig lehet találni olyan aspektusokat, amik még úgy igazság alapjuk is van, és el lehet mondani, hogy itt valami valamiféle igazságtalanság van, vagy valamiféle probléma van. Szerintem annál jobb rendszert nehezen fognak kitalálni, mint ami eddig működött. Eddig egy teljesen integrált rendszerben működött a budapesti tömegközlekedés, annak ellenére, hogy átadta a híveket és ezeket a járatokat Tarós István az államnak. Szerintem a legokosabb és legegyszerűbb dolog, és annak biztos nem lenne vesztese, hogyha visszatérnénk a korábbi megoldáshoz. Meglátjuk, hogy ez sikerül-e. Jó, akkor beszélgetésünk végén, ha már megint csak te hoztad szóba, Budapest, mint politikai csatatér. Hogy is van most esetben ebben a csatatérre való beszállás kérdése. Tehát te mint lovag jelensz meg, Igen, megmentő. Vagy a tudósító. Vagy, ja, vagy, kérdezzük úgy, hogyha te lennél egy főpolgármester, akkor mit csinálnál másképp? Nem, nem kérdezzünk ennél konkrétabban a főpolgármester jelöltségednek a komolyságát nem kérdőjelezted meg eddig. Tehát hogy ez egy komoly felvetés komoly felvetésnek tekintem, ez egy elég komoly megkeresés, ez egy nagyon fontos, nagyon fontos poszt, és bár sokan azt mondják, hogy ilyenkor azzal jönnek, hogy hát a főváros mennyi minden hatáskörét elveszítette, amiben persze van igazság, de azért még mindig a főváros és Budapest fejlődésére a legnagyobb hatással bíró pozíció a főpolgármesteré. Tehát nyilván, amikor... A köszülés. nyilván. A fővárosi önkormányzat, akkor így mondom. Tehát amikor engem ezzel megkerestek, egyébként már sok évvel ezelőtt is voltak ilyen felvetések, vagy kaptam ilyen civil és szakmai és egyéb megkereséseket. Most ugye különböző civilek mellett az, egy, az egyik parlamenti párt, az LMP is megkeresett ezzel a, ezzel a lehetőséggel ez egy nyilván el kell rendesen gondolkodni, ezt én, hogy mi így elhárítani semmiképpen nem szerettem volna, hanem ezt végig gondolom, és végig is fogom gondolni. Bennem a nagy dilema az, és ezen, ezt járom most körül, és beszélgetek erről sokat, és, és ezt ebben szeretnék a magam eszközével tisztában látni, hogy lehet-e arra bármi esély, hogy Budapest meghaladja ezt a fajta csatatér státuszt és, és pártpolitikai harcmező státuszt, ahol ugye lényegében ma az a helyzet, hogy Budapest fejlődése megállt, mióta élek nem volt olyan, hogy egy kötött pályás beruházással legyen folyamatban, most nem épül éppen semmi, de nem csak no, ilyen olyan téren. sem volt, legyünk igazságosak, olyan sem volt, hogy tényleg szó szerint állt meg, mert olyan világtörténelemben még nem volt, hogy leállítanak egy világot másfél évre, és ez nyilvánvalóan a településeket világszerte roppant nehéz helyzetbe hozta. Hát el... azért nem ezt látom, tehát Európában, a megnézed a fővárosokat, inkább az történt, hogy kihasználva ezeket a helyzeteket, a gazdaságélénkítés, a COVID utáni helyreállítás miatt rendelkezésre álló forrásokat, nyilván ők hozzáférnek uniós forrásokhoz, tehát nyilván vannak különbségek, de azért inkább az látszik, hogy nagyobb léptékben zajlanak nagy beruházások. És most nem csak a közlekedés terén akarnék, nem csak ott találunk erre példát, de a nagy közterületi beavatkozások, parképítések, zöldföldfejlesztések. Nagyon sok téren Budapest egy ilyen á á álló helyzetben van, ahhoz képest, ami mondjuk Prágában, Varsóban, zajlik, és most megint Bécset azt ne is említsük, mert az annyival más ligában van, mint mi. Tehát engem ez foglalkoztat, ezt a várost nagyon szeretem, nagyon-nagyon régóta foglalkozom vele, most már 20 éve, világéletemben itt laktam, itt születtem. Tehát az, hogy ebből a helyzetből ki lehet a várost mozdítani, és meghaladni ezt a pártpolitikai harcot, ami, ami teljesen úrá lett a, a főváros működésén ezen, ezt mérlegelem, ezen gondolkodom, nem döntöttem még el, hogy igen, Szerintem mondok erre. is urám, volt. Mikor a döntöd el? Meddig kell eldönteni? Hát, június... Bőven, bőven, június 9 -e a... Márciusig? A, választás... Vagy, hol... Hát a jelöltállítás az valamikor tavasszal, áprilisban lesz, tehát jogilag még, a, még bőven van ezt idő eldönteni, nyilván nem fogom ezt addig húzni, de, de szeretném ezt alaposan körüljárni, és hát nyilván még azért van erre idő. És abban nincsen, nem érzel valami bizart, hogy egy ellenzéki párt keresett meg téged, hiszen eddig az összes létező tisztséged, amit hivatalosan betöltöttél, az Fidesz irára esett. Amikor a Fidesz vette át a fővárosi önkormányzatot, akkor lettél a BKK vezérigazgató, és a Fidesz kormányban voltál államtitkár. Nem, nem érzek. A... nem, nem így tekintek erre. Nyilván ö, azt azért elég elég régóta lehet rólam tudni, ugye voltam civil közlekedési aktivista is azelőtt, hogy, hogy különböző hivatalos pozíciókat töltöttem be, és hát akár a BKK-ban is. És harcosan szemben az mspsd szdsz uralta fővárosi közgyűlés döntéseivel. Hát, ilyen, hagyó Miklós fémjelezte akkori várospolitikával? Hát, még előtte is, tehát amikor Hagyó Miklós nem volt még főpolgármester helyettes, de már akkor is igen kombinóügyek és egyébek Éjszakai Északai buszhálózat kialakítása, igen sok mindent csináltunk már 2004-5 körül is nagyon rég volt. szóval szerintem rólam azért az sejthető tudható, hogy azért engem a város és a, és, és, és a fejlesztés és ezek a tartalmi kérdések jobban mozgatnak mint a pártpolitika. és volt is elég sok Ebből nem mindegyik ismert nyilvánosan, de van jó pár, ami ismert nyilvánosan, akár a 14-es ciklus vége felé, Tarlos Istvánnal, akár most Lázár Jánossal, ami, ami pont azokra a tartalmi kérdésekről szólt, hogy engem semmiféle pártpolitikai logika abban, hogy nem tud megakadályozni, hogy azt a véleményemet elmondjam, hogy mondjuk, és most ez nem is budapesti kérdés, nem jó ötlet bezárni a vidéki vasútvonalakat, vagy hogy budapesti példát mondjak, kifejezett károkozásnak tartom leállítani a nagy vasúti fejlesztéseket, és visszaadni az Európai Uniós pénzeket a nyugati pályaudvar fejlesztésére, amiket elnyertünk, vagy ha kell, akkor egyébként nyilván a a főpolgármester intézkedései között is volt olyan, amit kritizáltam és vitattam, mondjuk azt, hogy az ülőjóton úton a kerékpársávokat megcsináltak. Nem, a, nem azt a célt, hogy kell kerékpáros közlekedést biztonságosabbá tenni és fejleszteni, de azt, amilyen eszközökkel is, ahogy ez ott létrejött, a buszokat is hátráltatva, sokszor nagyon zavaros forgalmi rendet létrehozva, ezt a véleményemet elmondtam. Tehát, hogy szerintem azért rólam ennyi év után látható és ismerhető az, hogy, hogy engem a tartalmi kérdések jobban érdekelnek, mint nem a politika, tehát engem ezért nem lepett ez Ezért meg. nem engedlek ki ebből, a, még így mondom a végén, azt azért még szépen kivesézzük. A miniszterelnök kelte bármikor beszéltél -e életed során közlekedési kérdésekről, Budapestről, agglomerációról, vasútbeszerzésről, bármin kérte a tanácsodat, vagy véleményedet, vagy voltam alkalommal, hogy kötetlenül erről a számodra roppant fontos kérdésről beszéljetek. Hát kötetlenül nem, de hivatalos keretek között, mint volt államtitkár, és mint a Budapest Fejlesztési Központ volt vezérigazgatója, hivatalos keretek között volt erre módon persze. De az közöttetek azért nem csupán hivatalos kapcsolaton, Mennyiben volt a számodra meghatározó tehertétel, előny, bármi Nincs ezzel... köztünk nem hivatalos kapcsolat. Tehát ez egy, ami a Wikipédián nyilván le lehet vezetni ilyen családfa összefüggésekből azt, hogy a e, nyilván erre utaltál, hogy a, a, a féltestvérem e, édesanyjának, aki nagyon-nagyon régóta jóval az előtt elhújt, mint hogy én megszülettem volna, a testvére az Orbán Viktor édesanyja. Is ismertem, meg a féltestvére is ismerem, bár szerintem 25 éve nem találkoztunk Igen, az Tehát ez, ez, egy olyan nagyon-nagyon távoli és nem vérszerinti kapcsolat, ami, ami semmilyen informális kapcsolatot köztünk nem eredményezett, tehát nekem nem hivatalos kapcsolatom nincs a miniszterelnökkel és soha nem is volt. Jó, ennek ellenére ez mégiscsak egy valamilyen szintű rokoni kapcsolat, amit felemlegetnek, is is ugyanezzel az erővel ezt... fel lehet azt emlegetni, hogy édesanyámnak a édesapám előtti férje Hankis Elemér volt, hogy, a, hogy az édesapámnak a, az édesanyám előtti felesége Szegvári Katalin volt. Jó, tehát, de hogy akkor sem ilyen sem ilyen típusú Most, dolgokat okay, nyilván. Oké, de akkor ezt tegyük rendben. Tehát Persze. Ez, ez, ez egy olyan kérdés, mitán folyamatosan kösszájom. forog, amiről az ja. emberek beszélnek, tehát beszélnünk kell. Tehát soha semmilyen módon ez más kapcsolatot közöttetek nem eredményezett. Nem. É, és mennyiben érezted ennek hátrányát? mint ennek a fajta ilyen pletykának? Hát ez nem pletyka, vagy 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 ilyen... az, hogy nem vérszerinti, de egy családfán rajzolható kapcsolat azért van. Én nem, nyilván látom, hogy egy ilyen kommentelői kategóriában ez megjelenik, Hivatalos közegben szerintem ezt mindig mindenki tudta hova tenni. Tehát én azt, hogy a munkám során azzal szembesüljek, hogy hú, hát akkor most vagy előny, vagy hátrányt szenvedjek azért, mert mert hogy én akkor biztos itt be vagyok kötve közvetlenül, és ennek valamiféle érzékeltetése megtörténjen erre, nem került sor. Tehát szerintem akik azért valamilyen hivatalos formában a politika környékén mozognak, ezt pontosan a valósághoz közeli módon tudták hova tenni. Tehát nem, nem éreztem ezt, hogy ez hátrányt okozott volna. Nyilván mindig föl lehet emlegetni, és mivel valóban, tehát hogy ezek tények, hogy milyen kapcsolat volt az ő édesanyja és a, az édesapám első felesége között, ez, ezek nyilvánvaló dolgok, ez az én munkámon nem, nem változtat semmit. Le. Akkor még egy személyes, ezt egyszer egy HVG portrét olvastam, az is ilyen lassan két évtizedes lehet veled, annak idején játszottál kisvasutakkal gyerekkorodban? Nem. Nem, nem kisvasutakkal nem. a becsípődés az, az honnan, azért lássuk be, hogyha valaki 11-12 éves korára úgy úgy ö, ö, eszmél, hogy visszamenőleg is hetes busz volt a jele az óvodában, akkor az ember... A... Nem, nekem ez az fajta érdeklődésem, ez nagyon korai. Ö, valahova 4-5-6 éves koromra teszem. A, amit azért tudok ennyire belőni, mert emlékszem arra, hogy volt egy idős soly, aki, amikor a szüleim dolgoztak, vigyázott rám, és őt nagy munkával vettem arra rá, és ő olyan éves koromig járt hozzánk, tehát hogy ez biztos előtte volt. Őt nagy munkával vettem arra rá, hogy vigyen ki ahhoz a buszfégállomáshoz, ami tőlünk nem messze a Fenyves utcánál, a száz, mai nevén 149-es, akkor 49-es busznak a. Végállomása volt, mert engem ez nagyon érdekelt, hogy az a busz, ami a házunk előtt megy, az hol végződik, hol a vége, soha nem voltam ott is. Hogy ez, emlékszem, de ez megvan, nagyon kevés dolog van, meg az embernek ilyen fiatal korában, de ez megvan. És nekem az az érdeklődésem, soha nem érdekelt az a része, hogy a busz, nem tudom, motorja hogyan működik, és ezek a nagyon mély technikai részletei, de az, hogy a vonalak és a város milyen viszonyban vannak, milyen menetrend van, hogy merre közlekednek buszjáratok, miért fordul be ezen a sarkon az a járat balra, és miért jobbra, és miért nem megy másképp. Ezek nagyon kisgyerekkorom óta foglalkoztattak, és valójában úgy kerültem közel ez a témához, hogy ilyen, hát tényleg korai tizenéves koromtól kezdve megismertem a térségben az összes buszvezetőt, az összes forgalomirányító diszpétsert 13-14 évesen. A, azt a képességemet, hogy nyilván akkor fiatalként a számítógépeket jobban értettem, mint sokan, akik esetleg akkor már a nyugdíjhoz közeledve Épp akkor kerültek abba a helyzetbe, hogy a papíron vezetett forgalmi napló helyett el kellett kezdeni egy Windowsos rendszerben számítógépen rögzíteni azt, hogy hogy járnak a buszok. És emlékszem arra, már nem, nem élnek két... Két hölgy volt ott a, a, akkori Moszkva téren a fő forgalmi Egyik is nagyon értette, hogy hogy kell ezt csinálni, és akkor, ha én már ott voltam, ismertek, én ott mindig ott, ott, ott érdekelt ez a téma, akkor kérték, hogy hát magyarázzam már rá, meg segítsek. És akkor volt, hogy egész délutánokat töltöttem ott. Nyilván ez egy elég széles elég széles ismeretségi háló kialakulásához vezetett a, a BKV mindennapjaiban, és így vezetett oda az út, hogy megismertem olyan embereket, akik aztán a, a, annak a civil szervezetnek az alapításában velem együtt részt vettek, amiben utána ezt hivatalos formában is elkezdtem csinálni, és aztán 16-7 éves koromban jutottunk el odáig, hogy, hogy egész komoly civil sikereket elértünk, akkoriban értük el azt, hogy létrejön az az új éjszakai buszhálózat, ami lényegében máig működik, ugye korábban felelnyi éjszakai busz sem volt Budapesten, és csináltunk egy átalakítási tervet, vagy például akkor indult el a budai villamos hálózat kifejlesztése, akkor még nem az új szakaszokkal, amit már a BKK-ban építettünk meg, hanem azzal, hogy a 41-es villamosnak a Battyányi téri ki tudtuk harcolni a demszki féle városvezetésből. Tehát valahol itt 15-6-7 éves koromban lett ebből ilyen gyerekkori érdeklődésből egyfajta professionalizált, munka. Tehát mennyire szólva a miniszterelnökhöz fűződő áttételes tokonai kapcsolatodnak nem túl, mint az túl nagy jelentőséget, ellenben a Moszkva-Tédifor Moszkva irányító ez, ez pontosan így van. Van jogosítványod? E, nincs. Akkor ha úgy alakul, ez nem lesz egy olyan nagy váltás a főváros élén. Az a kiváló lesz, ez volt az Átlátszó podcastje, Vitézi Dáviddal beszélgettünk, Segesvári Csaba és Hont András volt itt az átlátszó részéről, a technikai hátteret pedig Bodoki Bence biztosította.